És hát kezd olyan igazi lanos hangulat lenni, ennek két oka van, egyrészt gondolom véget ért a suli, ide érnek a nézők, másrészt a színpadon most viszonylag ismert játékosok vannak, például Pasa Biceps, nem tudom, hogy van-e nála népszerűbb játékos, a V4-es régiót, ha nézzük. Hát talán nincs is. Talán Olof. De ő nem teljesen, hát igen. Igen, de ő igen. Nem annyira beáll. De hát Olof, igazából igen. Ők ketten mindig is egymással bajmoltak, ha lehet így. Igen, jóban vannak, jó vannak. A lényeg, Virtus Pro Extatus mérkőzés jön. Extatustól már láttuk, hogy mit várhatunk. VP-től az elmúlt 5 évben mondjuk így nagyjából tudjuk, mit vártunk, vagy nem tudjuk. Mert nem azt látjuk mostanában a VP-től, mondjuk az elmúlt 5 évből 4-ben. Hát igazából nagyon kiszámítatlan ez a VP, ugye? Van, amikor nagyon jó eredményt elérnek. Van, amikor visszaesnek és képesek kikapni egy másos szintű csapattól, ami azért nekik, mint egy T1-ben játszó csapat nem nagyon lenne megengedhető. De nem is, hogy kikapnak, de sorozatosan tudnak nagyon rossz eredményt elérni. Aztán egyszer csak felbukkan egy LAN, jön egy Katowice, vagy jön egy nagyobb Major, és hirtelen szana szétverik a világot. Nem tudom, hogy honnan szedik elő ezeket a teljesítményeket, vagy hova dugják el inkább online azt a teljesítményt, ami LAN-on van. De biztos, hogy ők azon csapatok közé tartoznak, akik tényleg teljesen más játék intelligenciát, lövés intelligenciát, lövés skillt képviselnek neten, mint LAN-on. Szóval itt mindenféleképp szerintem az összes LAN-on, ahol Virtus Pro neve ott van, ott félni kell tőlük. Igen, ez nagyon furcsa ez a kettősség különben, hogy neten néha olyan teljesítményeket produkálnak, ami szinte vállalhatatlan, cserébe LAN-on pedig feltámadnak a poraikból. Így volt az eddig, szerintem az elmúlt 2 évben, de az elmúlt fél évet nézzük, nem évet, most már LAN-on is a vállalhatatlan súrolja, tehát Majorról ők estek ki talán elsőként most, ha jól tudom 0-3-mal, volt még Katowice, otthon se tudtak nagyon mit csinálni, ott is talán egyből kiestek. Igen, egy ember csere elég lehet, hisz ugye 5 évig, a Virtusról volt a példa mindenki előtt, ugye hogy kell együtt maradni, bármi történik, végig együtt maradnak, volt a Golden Five, ugye Pasa Biceps, Snacks, Bioli, Neo és Taz. Na most 5 év után először tagcsere volt a Virtus Pro-ban, és Tazt úgymond kitették, és jött helyette Mihu. Hát igazából volt már egy hasonló embercsere náluk, még talán Kubennal előttem, talán valamikor 2013 körül, mikor Kuben kikerült a line-upból, ugye ő is... Kuben és Lord volt. Igen, kvázi igen, a gyenge láncszemek, ugye, és utána Kuben valamikor 15-ben jött vissza, mint coach a Virtushoz. De igen, ez most már egy hosszú idő után az első embercsere. Kérdés, hogy ez mit fog tudni, mennyi plusz hoz a csapatnak, ugye, mennyi plusz erőt, mennyi plusz motivációt, és hogy mi hoz valami plusz ötleteket akár. Én azt gondolom, hogy majd kevés lesz egy ember cserélni a VP-nek, de majd most kiderül. Talán biztos, hogy ez az első LAN-os verseny. Hát Mihuval eddig neten biztos, hogy voltak. Hivatalosan Mihu tegnap óta Virtus Pro játékos. Szóval most megmutathatják, hogy ez az egy ember ez mit tud hozni a csapatnak. Én azt gondolom, hogy azért ez kevés lesz. Hát kérdés, hogy mi volt a probléma igazából? Játékügyi problémájuk volt azzal, vagy személyes gondok voltak? Mert ugye már beszéltük itt a korábban, hogy Tazzal való összetűzések voltak a csapattagjainak. Valószínűleg itt nem egy ember a probléma, valószínűleg itt tényleg ilyen motivációs problémáik vannak. És ugye nagyon régóta játszanak, nagyon régóta vannak együtt. Tök érdekes, hogy pont akkor kezdődtek a motivációs problémák, amikor aláírták azt a hosszabb szerződést. Igen, 2020-ig írták talán, pont nemrég. Igen, 4 évre. Mindenki felkapta a fejét, hogy lehet ilyen hosszú szerződést adni, meg örültek is, hogy van az e-sportban már is ilyen hosszú távú együttműködés. És hirtelen így mentek lefel és az eredmények. De kockázat is volt, hisz az átlag életkor messze a Virtusnál a legmagasabb. Igen, szerintem. Igen. Hát messze náluk a legmagasabb. Igen, visszatérve arra, hogy a motivációs problémák, ugye a Virtus Pro-nál, hogyha egy embert kicserélnek, nem hiszem, hogy az egy fecske csinálja meg itt a tavaszt, biztos, hogy a többieknek a motivációja ettől nem fog visszajönni. Egyébként, amikor embercsere volt, tehát bejelentették Mikut, akkor voltak olyan hírek, hogy májusban újabb embercsere vált, tehát egyelőre csak Mihu, és elképzelhető újabb változás még. Na, hát, én abban látok különben fantáziát. Lehetséges, hogy most a csapatban van egy olyan játékos, akinek adtak még 3-4 hónapot. Azt mondták neki, hogy figyelj. Szerintem Neo lehet ez egyébként. Lehetséges. Ő az, aki akkora legenda úgymond, hogy nem lehet. Mondjuk az majdnem ugyanaz, ha nem ugyanaz, mint Neo. Hát a nagybetűs legenda az mindenképp Neo. De kérdés, hogy Neo most azt mondta, hogy ő már nem szeretne tovább játszani.
vagy a csapat döntött úgy, hogy valakinek adott egy ultimátumot, hogy figyelj, itt van 3-4 hónap, próbálj meg magadból kihozni a legtöbbet, mert ha nem, akkor olyan kicsit olyan, mint a NiP-ben Get Right és Forrest szerintem, a Taz és Neo szerepe a Virtus. Ugye a NiP is sokáig együtt voltak, hát inkább igen, négyen, és igen, sikeresek voltak, és ott is előbb-utóbb elkezdődött a nagy-nagy forgatás. De amint de azt, hogyha megnézitek a NiP-nél is, ugye először cseréltek egy embert, Fifflaren kikerült, és nem lett jobb. Nem lett jobb a helyzet egyáltalán. Hát ott még a kettős embercsere után sem lett jobb. Igazából igen, a NiP az most kezd talán magához térni ezzel az utolsó Exist Dennis cserével. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez most a kifizetődő nekik. Kérdés, hogy a Virtus volán mi lesz a kifizetődő, vagy mennyi ember, vagy kiket kell lecserélni hozzá, hogy tényleg helyre jöjjön ez a csapat kémia, és tényleg elkezdjenek úgy működni, mint ahogy ezelőtt működtek. Ugye most az X-Status ellen játszanak, akiket az imént láthattunk, egy-egyet játszottak az XCOM csapatával. Ugye az X-Status már túl van egy mérkőzésen, a Virtus Pro pedig most fog bemutatkozni. Szerintem a közönség, ha nem a magyaroknak szurkol, akkor biztos, hogy a Virtus Pro-nak a magyar közönséget ismerve. A Virtus Pro mindenhol népszerű a világon, Magyarországon talán még inkább. Én általában minden közönség a Virtus Pro-nak szurkol. Hát nagyon sokan, valószínűleg igen, nagyon sokan. Kérdés, hogy most mennyien szerették meg, vagy mennyien pártolnak kicsit el tőlük, Taz miatt például. Lehet, hogy valaki pont Taz miatt szerette az egész Virtus Pro-t. Hát ő is egy egyéniség volt. Ő is egy elég nagy ikon volt, igen, igen, ebben az egészben. Kérdés, most mennyire bolygatja ezt fel ez a Mihu és Taz csere, ugye a Kingwin és itt a Virtus Pro között. Ezt mi a most... helyzet Snacks-szel? Mert Snacks volt az a játékos, akiről talán Follan is azt mondta, hogy Snacks-nél nem lehetsz jobb nagyon, csak hogyha hagyja magát, akkor tudod legyőzni. Tehát ilyen 2-3 Major-rel ezelőtt Snacks torony magasan nem csak a Virtus-ról, de az egész csímezőnyből úgymond kinőtt, és a Virtus-ról hanyatlás leginkább szerintem Snacks-szel látszik. Hát igen, ő sem önmaga már mostanában, de biztos vagyok benne, hogy ez is a csapat morál és a motivációs dolgokra visszavezethető. Valószínűleg nem ugyanabban a hangulatban játszanak már most, mint ahogy régen, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt. De ezt nem csak Snacks-ről lehet egyébként, nem csak Snacks-ről lehet szerintem elmondani, ezt az egész csapatról, ha ránézel, hogy senki nem közelíti meg egyénileg azt a skillt, amit például egy vagy két éve a Major-en produkáltak, tehát... Talán néha pont Pasa az igen, szerint... Pasa olyan hullámzó teljesítményt mutat, hogy néha pedig kimagaslóan jól játszik, néha pedig Lenszit eltűnik a többiek között. Mire mehetnek az X-Status ellen? Nem, hát fordítva, az X-Status mire mehet a Virtus Pro ellen inkább. Látunk egy Frozent, aki akár az egész ezen a mérkőzésen lehet, hogy a legtöbbet fogja lőni, de nem biztos, hogy elég. Hát én megnézném amúgy először, amit hibát követtem, mert nem néztem meg, hogy mennyi óra számon a Virtus Pro-nak így, hogy még mindig magasabb a PUBG óra szám, mint a Cségó. De szerintem most van esélye az X-Statusnak a Virtus Pro ellen, most még ez egy viszonylag szerintem új csapat. Biztos vagyok benne, hogy cserélődtek valamiféle kis rólok a csapaton belül. Szóval nem hiszem, hogy Mihut most, vagyis Mihut próbálják beültetni pontosan TASZ helyébe. Szerintem próbálnak vele is egy kicsit variálni, próbálják, lehet, hogy ráépíteni a csapatot pont, hogy ugye ő a fiatal, kvázi új tehetség, aki jött a csapatba, és lehet, hogy érdemesebb ráfigyelni oda, és inkább az ő kívánatainak eleget tenni, mint hogy Taznak a rólját így most rászabadítsák, és akkor egy jó Mihuból legyen mondjuk egy közepes Mihu, aki nem érzi jól magát a pályán. Amit én nem néztem utána, de lehet, hogy ez most ilyen történelmi meccs lesz, hogy ekkora méretű lanon, ez mondjuk olyan valóban major szintű pénznyeremény van. Volt-e már olyan, hogy az egyik játékos kétszer mennyi idős, mint a másik? Ilyen nem hisz, mert hogy valószínűleg Frozen az egyik legfiatalabb a nemzetközi csapatban, aki pályára lépett, de őt nem indulhatott versenyeken. Neo pedig a legöregebb, 15 éves a 30 éves ellen. Ez már lassan egy generációnyi különbség. Hát ez egy 15-ös, igen. Ez mondhatni egy generáció különbség szinte. Tehát amikor Neo elkezdett játszani mondjuk 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, akkor Frozen még gondolatban se volt szerintem. Lehetséges. És most ugyanott ülnek. Ez is mondjuk a Csé szépsége, ha úgy vesszük. Igen, az, hogy lehet egy szinten két ilyen játékos, az mindenféleképpen. Bár szerintem azért még Frozen nem lehet emlegetni egy szinten Neo-val, ugye? De... Hát most mondjuk az előző map utáni már nem merek mit mondani. Tehát Frozen lőtt egy 27 freget, hát ami most kiderül, hogy most kiderül. A tapasztalat, vagy a fiatalos éve inkább a döntő. Hát ez mindenképp a mérkőzésen el fog dőlni szerintem. Hát és hogy akkor eldől a mérkőzésen, azt szerintem lassan megnézhetjük. Nem tudom, hogy kommentátor társaink készen állnak-e már. Rájuk pillantok.
Igen, Kuli nagyon mosolyog, Bondedi nagyon mosolyog, akkor most a mosolyt fölváltják a szavak szerintem, úgyhogy fiúk, tietek a szó. Üdvözlök minden kedves egybegyűltet, nagyon szépen köszönöm kedves szavakat. Mi mit tudunk hozzászólni ehhez a csodálatos következő mérkőzéshez? Hát én epekedve várom, megmondom őszintén, és én személy szerint arra tagsálom a Virtus Prót, hogy ők lesznek az egyik a meglepetés kieső csapatoknak. Aztán ne legyen igazam. Ez meglepetésnek számít egyébként a Virtus Prót? Nem lehet tudni a Virtus Prót. Ezt többször mondták Bocóék is ott a desknél, hogy gyakorlatilag többféle Virtus Pro létezik. Ugye van egy online Virtus Pro, aki gyakorlatilag nem bír meccseket lehozni senki ellen, aztán van egy offline Virtus Pro, aki különösen, hogyha egy ilyen őket kedvelő közönség előtt képes egy jobb napot kifogni, akkor tényleg a világ összes csapatát képesek gyakorlatilag agyonverni. És az egész gyakorlatilag egy folyamatos hullámvasút, amit az elmúlt években, nem az, hogy hetekben, hónapokban, hanem az elmúlt években felmutattak, az utóbbi időkben viszont eléggé halovány volt. Tehát ez a Major-től, tényleg, Major győzelemtől a csoportból kiesésig egy ilyen nagyon rövid szabad alatt el tudtak jutni egyébként. Miközben még várunk arra, hogy a szerverre fölcsatlakoznak a játékosok. Ugye, láthattátok, még aimmapoznak bőszen az Extatus, illetve VP játékosok. Mind a két csapat komolyan veszi. Én szerintem nyilván a Virtus.pro-nak több a veszteni valója. Talán így lehet ezt az egészet legjobban összefoglalni. Óriási kérdőjel ez az egész, hogy hogyan fognak muzsikálni, ugyanis az elmúlt hetek eredményei azok eléggé érdekes számokat mutatnak. Konkrétan nagyon komoly ilyen középkategóriás ellenfelek ellen is sikerül általában nagyon szorosat felmutatni. De legalább nyernek. De mondjuk a legutolsó ilyen úgymond tier 1-es összecsapásuk a Nip ellen volt valami 16-7-re végződött, tehát eléggé szépen elkenték a szájukat. Na nézzük, kikről is beszélünk. Nem baj, jó ez itt. Azt kell mondjam, hogy engem Frozen egyébként kilúra megvett. Az új JDM? De tényleg ezzel a bemutatkozó videóval engem konkrétan kilúra megvett. Zseniális. Mennyire nem veszik magukat. Komolyan jól érzik magukat. Utaznak, világot látnak, csodálatos színpadon játszhatnak. De ez is a lényeg, nem? Az e-sportban. Hogy miközben nagyon jól szórakozol. Kvázi játszol. Ugye? Van egy olyan része a játéknak, ami kevésbé jó szórakozás. Mondjuk az első fél év, amíg folyamatosan szenvedtek mindenféle csapatok ellen. Amikor de úgy igen, összességében erről szólna az első. Amikor Zen felküld 3000 botot lőni minden nap? Voltak ilyen történetek is kis hazánkban, de hát annyi baj legyen náluk. Mi ezt a korábbi mérkőzésen elmondtuk, hogy az Extatus konkrétan az első valóban professzionális cseh e-sport alakulat. Tavaly 2017 áprilisában ugyanis úgy döntöttek, hogy belevágnak, egyesítették gyakorlatilag az aktuális, mondhatni tényleg aktuális öt legnagyobb nevet, Oscart mondjuk leszámítva, és gyakorlatilag fizetésért, pénzért, rendes munkaórákkal nekiláttak professzionális csapatot felépíteni, és úgy néz ki, hogy egyelőre mondhatjuk talán sikeresnek is a dolgot. Egy időben sikerült elérniük a top 30-at, így a HLTV aktuális statisztikái alapján, és igazából tudtak borsot törni a komolyabb csapatokon alá is. Tehát voltak nagyon jó kis mérkőzéseik, azonban valahogy a nagy áttörés az soha nem jött még össze. Nem volt még arra példa. Valószínűleg talán inkább a rutinjuknak köszönhető. Sajnálom, hogy egyébként még nem lesz valószínűleg csatlakozás most a szerverekhez azonnal, mert ott még SSD-ket látok az asztalokon, illetve egyéb dobozokat, amikbe pakolnak ki az a szervező kollégák. Nem lehet, hogy csak a telefonokat gyűjtötték be? Nem. Az nem maradtam róla. De lehet, hogy még ott tartnak, nem tudom, de az biztos, hogy még a szerver várunk, hogy fölcsatlakoznak a játékosok. Aha. Az telefon lesz.
Jaj, hála az Istennek, a kedves produkciós hátterünk megerősítette ezt a fenomenális információt, hogy nyertem. Valóban a telefonok azok, hogy annyira sokat, hál' Istennek, nem kell várnatok. De hát, annyi baj legyen. Érdekes lesz figyelni egyébként, hogy melyik csapat fog majd felülkerekedni a másikon. Az Extatusznál ott lesz egyébként az, hogy szerintem egy mapot el tud húzni az Extatus, hogyha nagyon-nagyon sikerült felmelegedniük. Ez pont, az előző mérkőzés ez pont tökéletes, ideális volt arra egyébként, hogy kicsit úgy belerázódjanak a dolgokba. És hát sokáig emlegettük, illetve tudni lehetett, hogy a Virtus Pro az gyakorlatilag az úgymond megkérdőjelezhetetlen első számú lengyel csapat, azonban az elmúlt fél évben, de talán inkább nevezzük egy évnek, abszolút a kettőn, sőt, talán még többen is állt a vásár. Jelen pillanatban ugyanis, hát nem tudnám megítélni igazából, hogy az Agoe, vagy pedig éppen aktuális Kinguine az, aki mondjuk stabilabb. Sniper. Filip Kupski, Neo, Hider. Janusz Pogorzelski, Snags, Ronaldinho of CS. Michał Miller, Michu, Entrefrager. Paweł Biliński, Biali, PUBG Player. Richard Strátko, Queston, Ingen Leader. Jindřich Chyba, Zetko, Rifler. David Černianský, Frozen, Bejter. Patrik Stuchlík, Devil, Sniper. Martin Melišek, Monty, Rifler. Imádom egyébként, jó, hogy okay, azért ők se tudják azért annyire komolyan menni saját magukat. Tehát ilyen ökörködni kell, akkor melyik ott vannak. Melyik volt a viccesebb? Tehát a Bater? Nekem még a Bater, vagy PUBG player se. Igen, az se rossz. Abszolút ráerősítvén egyébként a legendákra és mindenféle róluk kialakult sztereotípiákra. Sokan nem nézik túl jó szemmel ugye, hogy a kedvenc szeretett csapatok az gyakorlatilag némileg több munkaórát öl bele abba, hogy PUBG szervereken hangászol, és próbálja összegyűjteni a felszerelést, mint sem mondjuk kicsit komolyabban neki feszüljenek a játéknak, de hát az igazat megvalva, nem tudom, te is játszottál szerintem egy időben profibb szinten, vagy komolyabb szinten talán, beleöltél nem kevés időt, valahogy meg kell találni az egyensúlyt, így a játék komolyan bevése. A játék és a profi között, és a mindenképpen igen, így van. Pontosan, hogy ne égjen ki teljesen az ember. Igen, mindenképpen kell valami, kell az, ami, ahol az ember letölti egy kicsit a dühét. Csak nem jó, amikor már a Cségóba próbálod, és úgy mondod, hogy a Cségó karriered miatt megy a PUBG játszogatásod próbására. Hát igen, a PUBG véleményem szerint egyébként pont ettől lett igazán sikeres. Konkrétan a PUBG a legideálisabb átmenet volt az ilyen levezető játékokra, így a még nem csak hogy a cséseknek szerintem, hanem majd, hogy nem mindenkinek. De most itt a Fortnite. De persze. De ez viszont egy Counter-Strike tournament per pillanat, úgyhogy érdeklődve várom egyébként, hogy mikor lesznek készen a fiúkák. Egyelőre egy-két ember még hiányzik, illetve a szerverre csak nagyon-nagyon lassan evickének felfelé. Extatus már fönn van, ők már ölelkeznek, azok és már várakoznak. Azok már abszolút készen állnak. Látszik, hogy fiatalok, lendületesek, ők abszolút lelkesedéssel érkeztek, és szerintem tényleg az egyik azon csapatoknak, akiknek a legkevesebb veszteni valójuk van gyakorlatilag a tornamenten. Abszolút underdogként. Én tök szívesen látnék egyébként egy elcsípett mapot a Virtus Pro-tól, különösen annak lesz itt kettő is amúgy. Kettőre tippelsz? Lesz itt kettő. Figyelj, az Exatus be vannak melegedve. Az igaz. Nagyon is. Tehát XCOM azért megízaszott őket elég rendesen. Meg. Nem is akár. Meg. De az XCOM az... Már hogy ez egy fokkal jobbnak kéne lenni egy Virtus Pro-nak. Nagyon szomorú erről beszélgetni. Igen, tehát szívbe markoló, facsaró, két évvel ezelőtt beszélgetnénk erről, lehet lerudalná engem innen a színpadról. Két évvel ezelőtt engem kitiltanának a csarnok. Hogy mered azt mondani, hogy a felségsértés minimum és hazaártás. Igen, de most az a durva, hogy igen, említhetőek együtt itt-ott egy XCOM-mal is akár. És egy maximálisan szerethető csapat, elképesztő egyéniségekkel, formákkal, és van, ami hihetetlen mélyre visszanyúló professzionális játékos múltal. És hát jelen pillanatban tényleg ott tartunk, hogy mindenki konkrétan tűkönülve várja azt, hogy vajon mikor történik a csapat feltámadása és vagy bukása. A klasszikus Virtus Pro féle hullámvasút,
De mint ahogy azt korábban kitárgyalták Cody, akik is egyébként az asztalnál, egyelőre igazából a nagy veszély nem fegyét ki őket, ugyanis annyira hihetetlenül brutálisan, de már gusztustalanul népszerűek, hogy többé-kevésbé minden ilyen komolyabb, nevesebb tornamenten tényleg ilyen bérelt helyük van. Annak ellenére, hogy valószínűleg eléggé komolyan megszenvednének mondjuk egy online selejtezőn. Szerintem egy Virtus Pro nem indulna egy online selejtezőn. Tehát nem méltatnák arra, mi nem vagyunk meghívva. Volt ilyen egyébként a múltban többször, hogy így de nem indultak a selejtezőn. Fel voltak háborodva, hogyha muszáj lett volna végigmeretkedni magukat mondjuk az egész mezőgyön. Valahol meg tudom érteni, csak előbb vagy utóbb az emberek meg fogják elégelni ezeket a nagyon-nagyon, hát nem azt mondom, hogy rossz, hanem katasztrofális eredményeket. És előbb-utóbb el fog szállni ez a csodálatos privilégium, hogy nektek automatikus bérelt, előfűtött és csodálatos helyetek van gyakorlatilag minden egyes tornamenten. De én megmondom őszintén, én titkon nagyon szurkolok nekik, hogy például ez legyen egy olyan ilyen vicces event, ahol mondjuk teljesen rácáfolnak minden előzetes várkozásra, és előszedik azt a klasszikus, régi, jó öreg lanos formát, amivel gyakorlatilag mindenkit lemosnak a pályáról, hirtelen mindenki megtanul eszméletlenül koordináltan játszani. Úgyhogy meglátjuk. Egyelőre még nem vagyunk, azt hiszem még nem, nincsen letisztázó 100% a választott pályák, illetve bandol dolgok. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy kábelen melegítenek a fiúk, úgyhogy ez erről majd később. Hát az Access az kábelen, a Virtus Pro továbbra is a immapon. Igen, ugye a Virtus Pro tényleg, mint mondtuk, most érkeztek meg kb. Most ültek le a gépeket, az Access már letolt két pályát. Nem ilyen szempontból azért ennyi elődjük tényleg megvan, hogy a szervezők megadják a lehetőséget a Virtus Pro-nak, hogy egy kicsit ők is így asszimilálódjanak ugye a környezethez. Bár mondjuk ők nem túl valószínű, hogy végigbotozták volna egyébként a szálláson a rendelkezésre álló szabadidőt egy ilyen gyönyörű városban, mint Budapest. Igen. Nagyon-nagyon pozitív volt mindenkitől a feedback. Nagyon a létező durva, összes közösségi média. Igen, az összes social media felületen csak azt láttuk, amikor érkeztek be Magyarországba a játékosok, hogy milyen szép a város, a fővároson, Budapest, az egész ország, az emberek. Meg én egyébként a backstage-ben az Artisban, hogy hallottam, elkaptam Moses, Red Eye, Janko és a többiek beszélgetését, hogy ez a tipikus, tudom, klisésnek fog hallgatni, hogy úristen, ez a magyar nők, úristen, hogy te jó ég. Lehet, hogy csak észrevették, hogy ott vagy. Akik itt ülnek, meg akik ott bent vannak, meg hogy úha. Lehet, hogy rájátszottak. Nem. Hát mindig. Inkognitóban ezeket voltam. Mindig ilyen, tudod, hogy teljesen ki vagyok büszkülve, hogyha ilyeneket hallok. Mert ez is rád vonatkozik a csinos nők? Hát nem, csak figyelj, ez tök jó dolog. Ide jönnek és teljesen le vannak nyűgözve mindentől. Aztán én pedig igazából ettől a mérkőzéstől szeretnék most nagyon lenyűgözve lenni, de itt most tényleg két dolog lehetséges, vagy az, hogy ki fog kapni egy szoros meccsen, és akkor körülbelül papír fog. Talán az a legjobb papírforma. Jó lenne kikap Virtus a szoros meccsen, vagy pedig agyon fogja, szanaszét csapja az Extatuszt, mert az alvó Maci az most úgy döntötte, hogy vége van a télnek, megérkezett a tavasz, és konkrétan rommá ver mindenkit. Na. Istenül, egy igazi csodálatos történet lenne. Na, Neo és Bajali azt mondták, hogy ők eleget botoztak, úgyhogy felcsatlakoztak szépen Bezon. A szerverre. Jönnek lassan a többiek is most már. És hamarosan fogjunk kapni egyébként Rutzer kollégától, hogy is láthatjátok majd a pikeket és a bannokat, hogyan történt. Hajtszerbe fognak zuhanni és egyébként a lengyel szurkolók. A stadionban is egyébként, ahogy ti is láthatjátok, hogy azért már nem a reggel 9 órási állapotok uralkodnak, vége a melónak, vége a sulinak. A munkaidő lejárt, kicsengettek a suliból, és igazából jönnek az izgalmasabb mérkőzések, talán így is lehet fogalmazni. Pontosan. Pontosabban nem is feltétlenül izgalmas, sosem lehet tudni, inkább csak az, hogy a világsztárok, ugye? Hát ki gondolta volna, hogy a mai kezdő mérkőzésünk ilyen izgalmas lesz egyébként? Hát ez, amit a Hellraisers játszott. Tudom, mi történt. Nagyon durva. Azt mondta nekem Dead Fox, kérdeztem itt, kb. 10 perccel ezelőtt beszélgettem vele, mielőtt még ide ültünk volna, hogy gyakorlatilag CT-ben semmit nem bírtak csinálni, embert el nem találtak. Emberölönyből? Igen. Kettős emberölönyből rendszeresen, meg egyes emberölönyből. Embert nem találtak el, és oldalcsere után egyszerűen teljes megtáltasodás, megvadulás, folyamatosan mindenki azonnal meghalt, nem is értették, de amúgy jelen pillanatban hál' Istennek ők is egy-két nagyon minimális apróságot leszámítva, totál elégedettek mindennel.
Reméljük, hogy egyébként ennek szellemében fog majd folytatódni a mulatság, ugyanis a következő ellenfelük, miközben ment ugye az Exetus versus XCOM, hát az a Game Agents volt, akik nem igazán tudtak felmutatni komoly ellenállást. De vezettek ki... egy ideig. Hát egy, megnyerték az első kört, arra gondolsz, hogy... Igen, volt 5-3 volt, is. Olyan... Nem, valami, tiz... mennyi volt? 16-6, illetve 16-7, valami nagyon, hasonló, igen. Nagyon-nagyon egyoldalú meccset bírtak felhozni, úgyhogy a Game Agents szegény... Gabi, készültek amúgy? Igen, szerintem biztos. Tehát ha figyelj, ha valamikor, akkor most van arra lehetősége. Igen, jól mondta, 16-6 és 16-7 egyébként. Az összes csapatnak most van igazából arra lehetősége, hogy egy viszonylag szélesebb nemzetközi mezőnyben meg tudja mutatni magát a nagyvilágnak. Viszonylag komoly, komoly látogatottsága van így online körökben magának a streamnek is, ha lehet így diszkréten fogalmazni. Illetve, hát itt vannak ugye a nemzetközi talentek, illetve nem minden nap van arra lehetőség az embernek, hogy mondjuk olyan csapatok, olyan kaliberű csapatok ellen játszom, mint akár a Mouse, akár a Faze, akár a még mostanában gyengékedő Virtus Pro. Ha itt valaki képes lenne egy olyan csodálatos eredményt felmutatni, ne adj Isten, egy pályán iszonyatosan agyonverni a Virtus Pro-t, az lehet, hogy mondjuk inkább arra lenne fogva, hogy hát a Virtus Pro az botrány rossz, de még a Faze elhozni egy pályát, megszorongatni egy Faze-t, megszorongatni egy Mouse-t, azzal már el lehet kezdeni valamit. Meg amúgy az ugye a magabiztosságnak is nagyon jót tesz, nem? Hogy így hónapokat készülsz, akár éveket készülsz, és lám-lám a befektetett meló végül megtérül, megéri vagy, az egészet csinálni. Vagy két hetet készülsz, mint a DTG, a Dark Tigers. Igen, de hát azok céltudatosan úgy alakultak, hogy, és igazából ez is volt szerintem a legnagyobb előnyük így az egész mezőny így összetetten, hogy annyira újak, annyira kiszámíthatatlanok, annyira képtelen őket még kiismerni. Egy tornamenten nem fogod tudni kiismerni a játékokat, amúgy sem. Úgyhogy náluk mindig ott lesz a meglepetés ereje. Aztán kérdés, hogy igazából ez mennyire lesz elég azzal az elképesztő egyéni rutinnal szemben, ami az ellenfeleknél mondjuk meg megtalálható. Stage-en játszani egy ilyen gyönyörű környezetben, ennyi ember előtt, úgyhogy közben ott motoszkál azért a fejedben, hogy hát persze, engem most konferált fel a nem tudom kicsoda, és amúgy meg az Anderszék, meg mondjuk a Bondedi közvetíti a mérkőzésem, ez azért kemény. Ugye Bondedi? Pontosan. Ez így van. Szóval Pasa örülnek a legjobban szerintem, hogy Kuli és Bondedi van. Imádják. Láttam az arcán egyébként teljes full fókuszban. A fiúkák azok lassan elfoglalják az őket megillető helyüket. Jaj, de izgalmas lesz! Jaj, de izgalmas lett. Egyébként az Exetus... Most miért izgod? Azért izgod, hogy igen. A Virtus nagyon kikapja, majd pedig nagyon nyerjen. Tényleg, én sem tudom eldönteni. Én egyébként imádom bármelyik a lépét, szóval... Bármelyik jön, te örülni fogsz, az biztos. Hát... De azért nem akarom, hogy kikapjanak. Én a szoros meccseket szeretem, amikor vért izzad mindenki ellen. Az, igen, az de én nagyon szeretem, amikor a kisember le tudja győzni Góliátot. De most itt melyik a Góliát? Hát most nincs Góliát. Hát Snacks a Góliát. Maradjunk annyiban, hogy Snacks. De hát, annyi baj legyen. Hamarosan egyébként kezdetét veszi a mérkőzés, ugyanis ha jól látják Tünde szemeink, akkor mind a 10 játékos már ott dekkol a szerveren. Hát igazából azon van most a hangsúly, hogy mikor érzik magukat, érettek arra a csodálatos feladatra, hogy azt mondják, hogy mehet. Szerintem ezt az már rég készen van, itt már csak a VP-re várunk. Igen, a mapvétókat azokat még le kellene tisztáznunk. Szerintem még azért nem indultunk mellesleg, de maradjunk ennyiben. Aztán előbb vagy utóbb komolyan oda kell tennie magát az Exetus csapatának. Hát ez nem túl jó jel egyébként, amit itt most látunk. Igen, tehát ez nem egy kipihent embernek ez a reakciója. De most te megérkezel egy számodra teljesen idegen, ám de egyben gyönyörű városba, ahol az egyik leghíresebb produktum a pálinka. Így van. Hát, na. Hát, Jó, amikor... Jó, mondjuk, hogy nagyon fiatal. Amikor Csütörtökön Tori megérkezett egyébként. Szegény Frozen az még rettenetesen fiatal. Én rajta lepődtem meg, hogy így... Na, hát akkor mit szeretné csinálni? Ah, bemegy a belvárosba, kajával megy. Na, mit szeretné lenni? Steaket. És akkor mondtuk neki, hogy figyelj, hát, vannak jó steakházak, de hogy így Magyarországon vagy. Hú, akkor én Boszniában legutóbb ettem, nem tudom, valamilyen kolbászos kaját, az a neve, hogy nem tudom. És ez a... Akkor még egyszer mondom neked, Torén, Magyarországon, hogy elmész, és most szépen szegulyás le.
És akkor mondta, hogy jó, akkor megkeres a steak place-t. Jó, rendben. Eljött Magyarországon steak rendben. Mindenkinek vannak ilyen üzé happy-jei. Nekem is, nem tudom, nem ismersz ilyet? Minden egyes városban csinál valamit letesztelésképp. Annó, mikor még sokkal fiatalabb voltam, tudod, ilyen 20-25-40 évvel ezelőtt, akkor mindig két azzal szórakoztunk, hogy mikor voltunk valamiféle országban, akkor mindig megkóstoltuk az ottani McDonald's-ot. Csak hogy mi a különbség, mert biztos van különbség. Mondjuk egy japán, egy hongkongi, egy mit tudom én, egy olasz, vagy egy magyar, meki között mi volt így a különbség, aztán ezzel szórakoztunk gyakorlatilag. Én diákként dolgoztam egyébként, de nem adhatok ki információkat sajnos. Nem mondott komolyan. Tényleg dolgoztam. De hogy mármint úgy értem, hogy te tudsz információkkal szolgálni. Igen. Akkor a műsor után, majd éjszaka. Az viszont nem titok, hogy tényleg más. Más az Egyesült Államokban, más Ázsiában. Van, ahol nagyon jó. Azt sem titok, hogy... Tudásod, nagyon jó. Á, nem. Majd megbeszéljük. Majd megbeszéljük, összekacsintunk, és majd a backstage-ben esetleg kitárgyaljuk. No de nézd, Frozen teljesen készen áll. Combat ready. Na nézzük, nem vagytok rá? Nem. Úgy néz ki, hogy egyelőre még mindig picit várakozunk. És most elindulunk. Egész eddig a pillanatig. Hála jó égnek, megérkeztünk a Na ilyet se láttam még. A srácok, nagyon-nagyon durva. A csapat Béterre, a másik oldalon pedig jóságos közösségkedvenc Pasa. Indul a mandula, az első pályánk tehát kábel, mint ahogy látható. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ezt hogyan sikerül majd abszolválni. Az Ecstatus az a szerencsés csapat, aki végül védőként kezdhet. Ezután Mirázsra fog menni pedig betámad. Mirázs lesz a második pályánk. Nézzük, hogyan csinálják a dolgot. Lassan játsszák, gyorsan játsszák. Eléggé nagy fókusz van most a középvédelmen, és úgy néz ki, hogy sikerült infót szerezni a Frozennek. Weston pedig kitolta azt, megvan az entry, viszont úgy néz ki, hogy vissza van lőve azonnal, nem, épp hogy ketten nagy nehezen le tudják őt darálni. Frozen pedig inkább úgy dönt ezek után, hogy visszazár, 4-4-ben egyelőre igazából a ték vannak változatlanul előnyben. És a Virtus Pro pedig viszonylag lassan, higgadtan játsza meg ezt a pisztolykört. Merre tovább? Nagyon szépen szét van húzva a védelem egyébként. Egy ember tartja hosszút, ketten van gyakorlatilag án, egy ember pedig kötő környékéről kavírni, aki adott esetben igen, nagyon gyorsan át tud forogni. 2-1-1-es felállás az Exafusztal egyelőre. Eléggé ágyonús. Arrafele kacsik, hogy most Bajelé mondjuk megindul a bombával B felé, és úgy látszik, hogy Neo is tartozik hozzá. Igen, ez csak a gyanú volt, de nem igazolódott be. Nem igazolódott be végül. Pasának lesz itt egy hatalmas pillanata. Már látom előre. Kell majd szépen terelni a dolgokat. Így van, el is indítja. Nem tartott sokáig a menetelés. Figyelj. És ezzel gyakorlatilag mégis konkrétan senkit nem sikerült kiugrasztani a bokorból, ugyanis mint a cövek úgy áll az Ecstatus csapata. És ezzel és azonnal menetelnek már, és befele az a baj, hogy közben szénnék gyakorlatilag Zetkó. Lehet, hogy erről nem is értesült egyáltalán, vagy pedig megpróbálta behúzni a váratlant. A bomba közben lekerül 3v3. Devil érkezik a lerakó mögül, és az a gond, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni a Virtus Pro-val, kivéve Frozen, aki egyenlőre 1v3-ban már két killt össze tudott kaparni. Az öreg veterán 100 éve játszik. Versus Frozen, az ifjú tehetség, és úgy néz ki, hogy Frozennek sikerül kapásból rögtön az első körben meghúzni az abszolút váratlant. És lehoz egy 1v3-at. Konkrétan lehozta az 1v3-at, le a kalappal. A csapat B-tere úgy néz ki, hogy nem igazán illetődött meg, hogy ilyen nagyszerű nevek ellen kell játszani a pályán. Nem zavartotta magát. Azt mondta, hogy most a bomba robbanás érdeklődés hiányában elmarad. De pedig viszont... nem volt rossz kör egyébként a Virtus Pro-tól. Nem. Egyszerűen jobban lőnek náluk. Sokan ezt hozzák fel egyébként. Au. Fájdalom, de sokan ezt hozzák fel egyébként legnagyobb kritikaként, hogy nemes egyszerűséggel halovány önmaga az egyéni teljesítménye ahhoz képest, amit mondjuk két éve láttunk Pasától. Ugyanis pár évvel ezelőtt még egy ilyen, azt hiszem a harmadik legjobb, a világ harmadik legerősebb játékosa kint volt feltüntetve a HLTV egyik bizonyos éves statisztikájában. Ehhez képest gyakorlatilag a napjainkban inkább arról szólnak a hírek, hogy mennyire nehézkesen megy ez az egész. Lehet, hogy felnőtt egy újabb generáció.
De mit csinál most a Virtus? Ez itt a nagyon lassan játsznak ebben a full echo körben egyébként. Mindenképpen leszeretnének rakni a bombát valószínűleg. Vagy berobbannak, vagy nem tudom, ilyen távolságban, vagy a famaszokkal, meg ennyiekkel szembe. Mit akarnak igazából sem, és Pasa megint megy terelni. Taktikailag az egyik legösszetettebb, legsokoldalúbb csapat volt mindig is a Virtus. Imádtam most őket játszani, ők ilyen mapuitók voltak mindig. És Pasa megy terelni, szép meghal, azt meghalnak az emberek állni, és lerakják B-t, vagy itt minden. Azért volna, persze, ismételten egy terelés, viszont kicsit le vagyunk maradva, ugyanis Devil az konkrétan mindenkit szanaszét lőtt pálya másik oldalán, pillanat leforgása alatt. Nem lett volna rossz egyébként ez sem, viszont az extatusz nem igazán megetethető ezekkel a kis trükkökkel. Úgyhogy hát... egyelőre 2-0. És mivel az első körben le volt éve a bomba, ezért is itt láthatunk gyakorlatilag egy fegyveres kört. AVP egyenőre egyik oldalon nincsen, és eléggé jelentős az SMG állomány a védekező oldalon. Kérdés, hogy ezzel mit fognak majd tudni hosszabb távon kezdeni. Eddig úgy, mi általában meghúzzák az emberek ezt, hogy az SMG-vel hátra visszük fregelni őket. Ugye a P90-nél minden esély megvan rá, az MP9-nél nagyon közel kerülne ahhoz, hogy itt be lehessen darálni egy-egy embert azért. Ez a pálya tele van olyan pozíciókkal, ahol iszonyatosan jól ki lehet használni, például egy P90-et. Veszton, őrületes játék. Egyre lassan, megint lassan játsza meg a Virtus. Mindig ez a lassú felfejlődés egyébként az amit játszanak, és ez nagyon-nagyon sokáig tökéletesen működött. Veszton, érdekes lesz, mit fog majd tudni itt hozzátenni a dolgokhoz. Hopp, Frozen észrevette, hogy valaképpen oldalra, és megvan az első. Fiali érkezik, Tunko, megvan a visszalövés. Frozen nagyon be van szorulva, de egyelőre nem érkezik sem a segítség, sem középről valaki. Most jön majd egy T, aki majd esetleg fogja tudni tartani az esetlegesen átforgó CT-ket, de Bailey és Mihu is megérkezett egy-egy fejessel, és innentől kezdve Monty maradt teljesen egyedül. Esélye igazából túl sok nincsen, a legoptimálisabb az lenne, hogyha valahogy megpróbálna legalább mondjuk egy embert lelő, aztán de mindenképpen mentse meg a fegyvert. Higgadt lassú játék a Virtus Pro-tól. Sőt, aki kihozza a fegyót, azt megkaphatja a Zetko, és tud magának venni egy M4 ágyat, és a többiek is tudnak vásárolni magának a fegyvert. Megoldható lehet. Igen. Nekem van 2200, a legkisebb pénz az Zetko-nál van 1650, vagy ennek fregé sincsen. Szerintem bárhogy adódik, mindenképpen meg fogják venni a fegyvereket, akárhogy is nézzen az ki. Nagyon kíváncsi lesz. Igazából erre csak most jöttem rá, hogy mennyire két eltérő világ találkozott most a szerveren. Látván az Extatusnak az előző mérkőzését, konkrétan azok tényleg durbele módjára, agresszív pimasz játékkal tudtak néha olyan váratlan dolgokat leművelni, ami pont az ellentetje ennek a statikus, nem azt mondom, hogy lassú és teknőc, hanem inkább iszonyatosan alapos Virtus Pro-nak. Csak hát a Virtus Pro hosszú ideig kiismerhetetlen volt, egy ideig aztán kevésbé volt az, így, hogy Mihu lett az új ötödik. Megvan az első AVP-nk a játékban, Devilnél, és ment is vele szépen B-re tartani tálcának a végét doboz mögött, de közben bedobálnak a Virtus játékosok. De nem indulnak meg, egyáltalán nem áll a szándékukban. Mihu tartja a kerülőt, Neo pedig a bombát még eldobja középen. Nézd, minden egyes úgy kezdődik, hogy bedobált. Nagyon jó játszott Pasa. Monty nagyon bátor volt, de hát az évek és a rutin. Be is robbannak, azonnal erre az entry-re mennek befelé a VP-sek. Nem vagyok biztos. Bomba fennmarad, egyelőre csak snacks-et pakolták ki. Még mindig nem dőlt el egyébként, nem, hogy valóban. Mit csinálnak. Ettől jó, gyönyörű látni egyébként tényleg a Virtus Pro játékát, hogy mennyire odafigyelnek arra, hogy ki mit, hol, merre, meddig. Tényleg őrületes rutinjuk van. Most, hogy most elfoglalták leugrost, lehet, hogy megpróbálnak egy bekerítős át, mert ehhez meg kell tartani mindenképpen leugrost, kijönnek konnektorba, meg van Frozennek egy ember, Frozennek még egy, azt a mindent Frozen, Mihu és Pasa jelnek már csak, a bomba pedig esett kötőben, Mihu és Pasa pedig áfle tartnak középről igazából. Nagyon jó volt egyébként, nekem esküszöm tetszett ez a kör, bedobtak három akkora óriás terelő füstöt, mint az ólajtó, konkrétan az lett volna nyilván a logikus lépés, hogy elkezdenek átzárni az emberek, különösen az, aki itt van mondjuk kötőben. De mivel Frozen gyakorlatilag teljesen le volt zövekelve, egy emberként el tudta hárítani ezt az egész támadást, ami arról szólt volna, hogy be tudják keríteni mondjuk Álerakót.
Még én is elhittem azt, hogy be fognak menni ebbe a szituációba a VP játékosok. Itt láthatjuk Frozennek az akcióját visszajátszásból. Az első, majd a másik. Ugye, amikor beugrott a Sexes Bajali, nekik hátrányuk volt, hisz ugrásból, esésből nagyon lett szerint ebben a játékban. Játék volt. Tök jó helyezkedett. Én nem tudom egyébként eldönteni, hogy itt most arról van-e szó, most tényleg viccen kívül, hogy annyira profi az Extatus, hogy ismeri ezeket az apró dolgokat, vagy pedig annyira rutintalanabb, hogy ezekre nem úgy reagál, ahogy a Virtus Pro egyébként elvárná. Ez nagyon jó kérdés egyébként, igen. Ugye? Ez egy nagyon jó kérdés. Alapesetben, na én jó, nem is mondok semmit, indul a mandula, Devil egy gyönyörű killel érkezik, és nem nagyon történt visszalövés, Snacks most érkezett meg, jók a füstök, Monty viszont kitör belőle, ez lesz a veszély. Jézusom, három Snacks-től negyedik már nem esik ki, ott van Zetko, hogy visszalője Snacks-et. Viszont ott az ember hátrány és Biali. Megérkezik két killel, és ezzel gyakorlatilag látni lehet, hogy azért a nyers erő még mindig ott van az öreg mackóban. Snacks az konkrétan három akkora ordinári nagy fejes leosztott szerencsétlen védőknek, hogy az a köpnyelni nem tudtak. Itt pontosan arról volt ez a bemegyünk és rombolunk. Tehát ez a nem. Lehet, hogy erre van itt szükség, nem? Lehet, hogy ez kell. Én imádom látni a lassú játékát a Virtusnak. Tényleg zseniális, ahogyan átlátják a pályát, és próbálnak olyan taktikai csavarokkal széjjel forgatni mindenféle védelmet, de ha nem működik, akkor nem kell csinálni. Vannak a régi, jó bevált régi ősi módszerek. Bemegyünk és kész. Menni kell, le kell lőni, aztán ha meg nem úgy alakul, akkor meg majd a többiek visszalövik. Számítanak most az anti-ekóra, a CZ-re, már nem mernek az irány menni, természetesen meg a P250-re, nem is szabad ebben a formában. Szépen lassan mennek pociból a VP-sek. Igen, ilyenkor meg van question. Tömegben. Tudják, hogy túlságosan nincsenek elérszett pénzzel, beakadtott a fejes, ott a kettő, hát nyilván Frozen kimás. És úgy néz ki, hogy nagyon jó formában van, és közben Mihu egy embert elcsípett, viszont 3v3 pasának pedig nagyon... Jaj, de gyönyörű, higgadt játék! Jézusom! Fel lehet kötni a gatyát, Snacks, nektek beakad a kill. Nagyon fontos, Devil pedig a mennybe mehet. Komolyan itt Snacks-et le kellene valahogy, el kellene valahogy csípni. Pasa meg full nullos, semmit nem tud csinálni Pasa az AWP-ben. Ő neki bent kell maradni a Scythe-on AWP-ben és tartani azt, hogy Scythe-ra visszajöjjön Snacks. Ezt Snacks-nak egyedül kell megoldania konkrétan. Neki Snacks van 100%. Snacks arról híres, félelmetesen nagy esze van a játékhoz. Az egyik kedvenc játékosom ilyen szempontból, bevallom töredelmesen, már az ész játékosokról beszélni. De ez egy eléggé szorult szitu, viszont abszolút nem megoldhatatlan. A CZ, jó, megérkezett Devil, erről van szó, már csak a... Két tűz között Snacks. Már csak az óriást kellene legyőzni Dávidéknak. Hogyan tovább? Az a gond, hogy nagyon-nagyon fogy az idő, 10 másodperc Devil érkezik, közben félig vakul Snacks, és meg is van a kör. Gyönyörű szép játékot láthattunk egyébként az Extatus-tól. Fantasztikus dupla entry-vel indított Frozen, és Devil végül kvázi befejezte a kört. Láthatjuk, visszajárták Snacksnak a tripláját, ahogy bementek. Ez még az előző kör, igen. Az előző kör. Mindenhozott a VP, de most egy gyertünk bukták, ugye a VP szemszögéből nézve. Nem nagyon vannak pénzek. Ez valószínűleg még visszaforszol. Hát mondjuk így, hogy Mihunak van 3002, meg Pasának nézve 3-a. Venni vagy nem venni, az itt a kérdés. Mellesleg egyébként éppen szünet van. Lehet, hogy elfelejtettünk közölni, de taktikai jellegű szünet van. Ha minden igaz, hogy azért vannak visszajátszások a korábbi körökről. De hát igen, figyelj, hogy technikai szünet. Igen. Lényeg, hogy hát eléggé kellemetlen helyzetbe került ezzel a Virtusról. Tehát, hogy most eléggé sok mindent lehet ezzel kezdeni. Meg ez a pályát nagyon jól lehet támadni, úgyhogy nem szabad eldobni maguktól ezt a T-oldalt semmiképpen sem. Nem. Pont ezt beszélgettük Strikennel ugye az első mérkőzésen is, hogy lehet szépen pontról pontra, sarokról sarokra haladni, egymásnak dobálni a füstöket és az egyéb gránátokat, flasheket. Ezt a Hellraise ez nagyon szépen prezentált a támadóban. Megett az IT-s kolléga a színpadra, hogy segítsen. De jól láttam, talán Mihu volt az, akinél valami probléma fennállt. Ő volt az, aki a leggonterheltebb arccal teljesen szétdobva a kezeit ült a székben. Extatusnál minden rendben. A BP-nél lesz valami apróság. Mindjárt helyre lesz pofozni, aztán megyünk tovább. Na mindegyik, én ilyen mérkőzésre számítottam egyébként, ahol ilyen adok-kapok megy, ahol az egyik pillanatban, hát az a hullámvasút, amiről beszéltem, egyszer megállíthatatlan. Aztán a következő alkalommal pedig
teljesen szét vannak zuhanva. Szeretik a Vidán Parkot a srácok. Imádják. Nagyon, tehát egy nagyon szép dolog, csak nem túl kifizetődő, tehát azért így, ha felmész, akkor le is jössz. Bár és az fájdalmasabb, vagy izgalmasabb, kinek most melyik igazából, ugye? Igen. Elég is sok forog szerintem most kockán ugye Virtus Pro-nál. Tehát hogyha ezen a tornamenten, ahol többé-kevésbé szerintem ők mondjuk a harmadik befutó, papíron. Ők nem biztos, nem véletlenül meghívott csapat egyébként. Igen, hát végül is igen. Szóval ha ne adj Isten, nem rosszabb helyezéssel tudnának kipottyanni, az eléggé komoly presztízsveszteséget jelentene. Annak ellenére, hogy viszonylag új még a felállás így Mihuval. Nem igazán láttam őket még játszani. Na, azért ez a négy ember már olyan régóta játszik, hogy most bekerül ebbe a körforgás, hogy ötödik. De nem működött. Hát ezért kellett váltani. Hosszú éveken keresztül ott csinálták a munkát, működött, de azóta nagyon megváltozott, mert a mindenki sokkal gyorsabb is lett. Nem működtek azok a körök, illetve taktikák, egyszerűen nem kajolták be az emberek sem. Ó, periféria sere. Úgy néz ki, hogy van itt egy kis csere, ugyanis van, akinek a billentyűzete konkrétan feladta a küzdelmet. Van másik, szokták semmi mondani. Semmi gond, hát ez raktároljon a következő. Így van. Még ez is a Murphy törvénye, ez a használat, és a versenyen ott pont, amikor legjobban kéne, akkor hagy cserben a technika. Mikor máskor, ugye? Hát nem tudom, mi történhetett ezzel a billentyűzettel, hogy random feladta a küzdelmet, de... Nem egy gyakori dolog, hogy billentyűzés. Előfordul. Hát különösen ilyen idegbajos pillanatokban. Szerintem... Jó, nekem kedvenc sztori. Ismerek olyan játékosokat, akik szeretik nagy kanállal fogyasztani. Nekem kedvenc sztori, egy Code 4 rendezvényen volt még régebben. A Diablo nevezetű Code 4 játékos. Hát ismert volt a habitusáról, és konkrétan azért állt miatt egy rendezvény, vagy egy órát, vagy fél órát az ő stage meccsükre vált mindenki, mert nem tudta lehozni az 1v4-et, az 1v1-ig eljutott az 1v4-nél, elrontotta, konkrétan megfogta, és kettét érdelte a színpadon a billentyűzetét. És nem csak az, hogy nem volt neki pót billentyűzete, hanem miközben folytatódik a mérkőzés, hanem ezek után mások sem akartak neki adni kölcsön billentyűzetet. Megy a támadás, úgy néz ki, hogy a Virtus Pro az éppen spórol, pontosabban tévedés, annyira nem spórol, mi rávettek szépen a Kevlára is, hoppá. És úgy néz ki, hogy az entry kill össze is lett kaparva, Bali indított, Monty viszont egyet visszelő, és Pasa azonnal reagál rá. Úgy néz ki, hogy az ember előny a Virtus Pro-nál, be lehet szépen menni lerakóra. Egyenlőre tökéletesen el tudták foglalni, a maradék három játékos az mind-mind valahonnét fakapu irányából fog közeledni, és Bialy még egy killt össze tudott szedni, amellett, hogy Snacks is megjelent a scoreboardon. Neo, őrületes 1v1, és beleszaladt Weston. Évekesen rutin, 4-3, tehát szépít egyet a VP. Igazából ahhoz képest, hogy konkrétan nem voltak túlságosan ellátva fegyverekkel, és én megkockáztattam volna azt, hogy akár menthettek is volna. De ennek ellenére, mint a késsel vajon úgy mentek ugye, át ezen a védelmen. Venni vagy nem venni, ugye az anyagolódott hullámvasút. Mindnap meg még egy embernek tele volt a bankszámlája, mondhatni. Ugyanez most az Exodusnál hisz, a csapatok ugye láthatóan oda-vissza dobálják egymással a köröket. Egyet te, egyet én, egyet egyet én. És nézd meg, Exodus 2 AVP, egy legendás 0 gránátos CT oldal. Egy füst azért Montinál ott van mutatóba. Zetkónak de... csak CZ-je van, tehát neki csak ennyi. Hát szerintem ő dobta a fegyvert. Az egyik VP-t valószínűleg így van. Valószínűleg Frozennek. Van egy ilyen Chandelier, nem biztos. Na, hogyan tovább? A Jumereg lassú Virtus Pro pillanat következik. Nagyon jók az ütemváltásaik, még mindig. És ez ellen milyen rossz lehet amúgy játszani? Nem rossz, egyik pillanatban teljesen bealtatnak, a következő pillanatban pedig nem tudsz rájuk egyszerűen időben felkészülni. Kellemetlen lehet játszani egyszerűen. És ez jó. Ez a Virtus szempontjából jó. Exatus pedig azt mondja, hogy hát megpróbáljuk ezt. Ó, aha. Az egy bemért. Na! Elég szépen bemért. Valami újat láttunk. Jól van. Ez nekem új, ezt majd utólag meg kellene nézni. Ide közben az elfoglalás megtörtént. Szikla mellé esett az a Molotov. Füst. Nem egy Molotov volt, amit dobott? Csak az nem. De ez Molotov volt. Akkor lehet már csak füstöt. Ezért mondtam, furcsa. És teljesen kivannak zárva változatlanul, viszont Devil húzta köszönhetően megvan. Az első frag, Neo volt az, aki rövidebbet húzott, a következő Mihu volt az, aki végül eldőlt, Bialy egy fejes. Bialynak sikerült szépítenie, 3v3-ra tudja kihozni.
Oldalról ott a megvan szépen a harmadik kill is, Frozen is megérkezett, és Queston, és végül Frozen. Gyakorlatilag simán visszafoglalták. A Virtus Pro csodálatosan kizárta a CT-ket, és a nulla gránátos CT-k az úgy néz ki, hogy hibátlanul működött. Egyesével le lettek lőve a Virtus Pro-ját. Nagyon nagy szerepe volt ennek a két AWP-nek, amire rányúltak, nagyon jól tették, és látjuk Devilnek. Apa, ez a kit lőjek el dilemma? Pont nem látta a füstön keresztül. Szép volt. Az ember, de fepótolta utána ezt a kis dolgot. Nagyon-nagyon kín volt mind a két VP játékos egyébként a tér közepén, anélkül, hogy bármi nem is segítség érkezett volna a kollégáktól. Hát fej mellett továbbra is a két csapat. Egy kör ide, egy kör oda. Mikor fog valamelyik elhúzni? Egyelőre amúgy ez szerintem az Exodusnak kedvez, hogy így CT-ben tudnak vezetgetni. Mert valószínűleg ők is a támadó oldalt fogják preferálni, de majd meglátjuk, nyilván gyanús. De majd meglátjuk. Hopp, kicsi korai váltás volt. Na bedobál Devil, és most be is nézni. És belehal, közben Snax is regel egyet, így van. Pasha számított erre, hogy jó, hogyha valaki így bedobál, akkor ennek lesz valami folytás, és Pasha megy előre. De Monty túljárt a teszén. Felugrott a doboz tetejére, azért nem látta Pasha. Snax meg ugye közben leugrósban tudott elcsípni egy embert, úgyhogy gyakorlatilag nagyon-nagyon szét lett húzva a CT védelem. Ők pedig emberelőnyből tudnak majd betámadni valahová, de lehetséges, hogy rossz lúra fognak tenni, ugyanis, nem Frozen az úgy döntött inkább, hogy leugrós tartja. Monty nagyon agresszív pozícióban kitolt a hosszút, úgyhogy az eléggé sok információval szolgált, de valamiért Frozen úgy érzi, hogy ott kell maradnia. Questonnak nagy pillanata lesz. És ezek megint tök lassan, tök higgadtan, most jönnek a gránátok. Beesett egy füst, beesik egy flash, és már is Frozen szalad át ezerrel. Monty is még ott van nagyon veszélyes hely lerakom. Úgy néz ki, hogy Viali tud fegelni, ott a következő, Jézusom, milyen gyönyörű fejeslőt. És ezzel Monty maradt szólóban négy játékos ellen, nem igazán van más lehetősége, mint mondjuk kimenteni a fegyvert. És jönnek kegyetlenül levadászni azonnal. Azonnal rohannak. Úgy a WC-k mellé tud csak elbújni, nem mert tovább futni, hát meg is értem. A VP-sek azonnal mennek, a torony felé, meg tékezdő felé is. Hát egy AVP-vel négy VP játékossal szemben egyetlen fedezéket egy WC, nem túl kecsetkető. Bár úgy tűnik, hogy a VP-sek ennyire mélyre azért nem akarnak elmenni, körül kipucolják B-t, még annak a környékét, ugye a közepet, tovább nem mennek. Úgyhogy Monty úgy tűnik, hogy kihozza az AVP-t. És folytatódik a sormintánk. Egyet a VP, egyet az Exodus visz. Nice job. Beakadt az is. Gyönyörű szép. Na, így kell ezt csinálni. Ismételten egy kört behúz a Virtus Pro. Hát gyakorlatilag tényleg adok-kapok megy maximális méretekben. És ott a dupla AVP viszont a Virtus Pro csapatánál. Még a másik oldalon a CT-k ismételten egy eléggé minimális büdzséből gazdálkodhatnak, viszont Devilnél gyakorlatilag ott van az AWP és Biali kettővel indít, Frozen viszont vissza tudta nagy nehezen lőni, de ott van Pasha biceps, hogy segítsen. Ez azt jelenti, hogy 4v2-ben folytathatják a támadást is, egyedül egy Questonnal kell itt esetleg foglalkozni, de a Virtus Pro nem az a csapat, nem az a klasszikus, ami gyakorlatilag három lelőtt ember után csak úgy be fog szaladni egy lerakóra, mert nem. Semmi információ nincs a pályáról. Bár ők az a csapat, akik ezt meg is játszanák egyébként. Tehát, ők azok, ezt lehet, hogy meg is tennék egyébként. Lehet, hogy az ember ugye mindig magából indul ki először. Na, hogy gyerekek, akkor satufék. Megöltünk három embert hosszú, stop. Tök jó. Amúgy én ezt teljesen nem, maximálisan támogatom. Ez a legjobb. Nem szabad megőrülni egyszer. Amíg nem nincsen szabad információ, igen, addig minek őrülsz, meg mondom. Na hova? Mondjuk van egy pont, amikor már az el lehet dönteni, hogy nagyjából hova szeretnél menni. 4v2-be. Ugye Devilnél ott az AVP az egy fájó pont lehetne. Le lehet lőni pikpak három embert. Maximum abból lehet probléma, hogyha addig tökölődnek, amíg olyan kevés nem lesz az idő, hogy véletlenül amiatt bukják el a kör. Tehát, hogy mit tudom én, lelövi a bombarakú embert, aztán kalapkabát. Láttunk már erre példát egyébként többször is. Példát, így van. Tehát a bomba lekerült. Túl nagy veszély igazából a Virtus.pro nem fenyegeti.
nem nagyon valószínű, hogy ebből bármiféle. Sőt, inkább itt Devilnek kell félni attól, hogy le fogják vadászni őt. Queston fogja hallani, hogy itt vannak mellette. Mihu lövöldöz. Mihu látta vajon a nem, kezét Queston? Nem, szerintem nem, csak Prefire volt. Aha. Nem, igazad van. Előre belőtt. Az egy eléggé klasszikus új eset igazából. A két ember egymás fél felett búzta, kinéz. Nem vagyok benne biztos, hogy látták, vagy tudják, hogy Devil. Nem, nem, azt tudják, hogy Devil az AVP, és óhat a bőség zavara! Gyakorlatilag 3-1 vonal, hát képzeld el, hogyha ez mondjuk fegyveres körben. Mondjuk egy M4-jel lett volna felszerelkezve az öreg harcos, de hát annyi baj legyen. 5-5, egyenlítette át a Virtus Pro. Ismételten támadhatnak, a másik oldalon pedig megmaradt az AVP, viszont a pénz az továbbra sincsen jelen. Úgy nagy összességében a csapatnál. És nézd meg! Ú, de előtt volt a védelmet, nézd meg, Pasa letart, miközben vele szemben szintén ott dekolt egy AVP. Lehet, hogy ebből lesz egy ilyen érdekes csatározás. Vigyázni kell nagyon a VP-vel szemben a Virtusnak, hisz ugye azért Devil nem egy embert elpuffogtathat azzal majd, és akkor azokat pedig a társak felszedhetik. Hiába USP van a többieknél, itt most Devilre kell mindenképpen építeni. És visszajönnek az Estados játékosok, ez a középkontakt nem nagyon sikerült nekik. Úgyhogy most visszajöttek egészen rakóig, és abban a pillanatban a Virtus Pro pedig berongyol a bére kegyetlenül, nem szórakoznak. Jó, de nincs kontakt, fire. De nincs kontakt, de még most, nem is akármilyen, az első találkozás, a Zetko eltörülni Neót. Konkrétan el sem tudta találni Neót, annyira kemény kétfejest leosztott neki. Nagyon szép entry kill volt, és ott van még Mihu a következővel, hogy legalább szépítsen egyet. Tehát az AVP nem sokat tudott csinálni sajnos. Az AVP az teljesen ki van füstölve, és így igazából kicsit nehézkessé válik a helyzet. Úristen. Queston már a második hatalmas kiét szedi össze, hosszú Monty eldől, és ott a harmadik is. Végül is eléggé megnehezítette a Virtusnak az életét az Extatus ezekkel az USP-kkel. Nagyon-nagyon szép játék volt egyébként ott Leugrósban. Az AVP-nek semmi között nem volt kb. A körre, jelen itt csak az USP-kre kaptak. Szerencsétlen ki volt füstölve, de úgy néz ki, hogy az Extatus az kellőképpen be tudott melegedni ebben az előző mérkőzésben. Egyelőre 6-5, Virtus Pro átvette a vezetést. Kérdés az, hogy hogyan tovább, egyelőre óriási kupacolás. Kérdés az, vajon innentől kezdve a szokásosat látjuk-e jó lassan, higgadtan, vagy pedig lesz-e valamiféle változtatás támadást illetően. Devilnél változatlanul ott van az AVP, hogy ezt már tőle megszokhattuk, pedig ilyen polttal is senki nem néz be ide, viszont nagyon-nagyon elhamarkodta azt a lövés. De annyi baj legyen, úgy néz ki, hogy az ember előnye ezúttal az Extatusnál nem igazán voltak jók a visszalövések. Mihu érkezik egy killel, egyenlő, 2v2. Bomba még mindig nagyon messze. Rózának egyedül kell megoldania, hisz Devil csak most érkezett meg a site-ra. Frozen nagyon jó a pozíció, meg is lát egy embert, meg van Pasa. A bomba nagyon rakó szép. Embert azonnal elővé, és csak akarta volna rakni előre Pasa. Mihu pedig nullos, de igazából lényegen nem változtat, hisz Devil lövi előtt az AVP-vel. Helyezkedett egyébként Frozen. Tehát Kuli. Hát mi van itt fej mellett? Mi történik itt, kérem szépen? Nem tudom, szerintem egy tök izgalmas mérkőzést láthatunk. És nem tudom igazából, nem mondhatom azt, hogy... A körök általában elég egyértelmű. Nem mondhatom, hogy a Virtus egyébként jobban játszik. Az Extatus nagyon egy marha jól lő, 1-2. Ezeknél a kiélezett szituációknál egyelőre úgy tűnik, hogy jobban választotta meg a pozícióját. Egyszerűen jobban helyezkedett. Hát Bayerle pedig elég erősen próbálkozik. Nem is akármennyire, konkrétan 18 hetes statisztikával vezeti az egész szervert. Próbálkozik nagyon erősen egyébként, Queston. Az biztos. Hurka töltővel. Konkrétan. Míg a másik oldalon továbbra is van lóvé, dögivel, de hát egyébként az autó shotgun az kiváló nagyon jó eszköz. Ilyen távolságokra, de nem akkor, hogyha kilóg a lábad, véletlen kicsit túlságosan megtolod a füstöt. Úgyhogy ez azonnal ember előnyt jelent a Virtus Pro-nak, lehet, hogy ismételten át fogják venni a vezetést. Na, hogyan tovább? Zetko, aki ugye leugróst védi az SMG-vel. Egy ember... hallották, hogy leugrott, Monty egy picit vissza, és zársz Nexus, és ki is lógott Montynek a teste, megvan a következő kill, már csak 3 játékos kell elkapni. Nagyon-nagyon be vannak szorulva az emberek, és Frozen elcsíp egy embert, ott a következő. Viszont... nagyon-nagyon okosan, középen, inkább visszazárt a Virtus.pro egyik játékosa.
Puzen pedig egyből rájött, hogy mi a stépen. Hú, Devil. Ott a következő Devil-től. Ez igazából hátul át akart szaladni, de nagyon gyorsan történt, hogy el sem tudtuk csípni. Fegyverváltás is nem volt rossz az elgondolás Devil-től, viszont Mihu azonnal ránézett, jól kihasználta ezt az időt. AVP-vel addig ugye nem tud lőni amúgy sem. Most komolyan Dikoyra azt hitt, hogy az füst lesz ott egyébként. Na jó, megvicceltem, azt tudom, hogy jó, most fölpoppol a füst, szerintem, és azon a fegyvert váltott, és futott oda előre. Szerintem nem az volt a baja, hogy nem, ezt AVP-vel az 1v2-t iszonyatosan nehezen fogod tudni lehozni. Tehát AK-val sokkal nagyobb esélyed van, mert biztos lehetsz benne, hogy egy lerakott bombával, ha fel tud jutni, keresztbe fogják védeni az egészet. Úgyhogy az AK egy teljesen logikus lépés volt, és a decoy az inkább csak nyilván egy trükk akart lenni, de az alapvető célja az lett volna szerencsétlennek, hogy gyorsan fegyvert cseréljen. Csak hát Mihu igazából nagyon gyorsan gondolkodott, és nem nagyon hagyta. Nem is számított, és bőven ott volt Mihunak az idő, hogy igazából befejezze ezzel a kört, nem tud olyan gyorsan ülni. Nem lehet olyan gyorsan tüzelni azzal az AVP-vel. Némi ilyen jelképes dobálózás hosszún, amiből igazából eléggé könnyedén le tudja olvasni az extatusz, hogy mi a helyzet, ugyanis egy játékosuk konkrétan ott áll Weston személyében. És hát egy eléggé erős AV-denem áll be, miközben amúgy a teljes virtusból is arra felemegy, és egy Mihu egy hatalmas fejessel indít, egy eléggé irális szögből gyakorlatilag. És Diali pedig a következő. Devilnek nem halt meg Neo egyáltalán. Utána azt próbáltam volna befejezni, de nem sikerült neki. Queston és Zetko élnek már csak CZ-vel a kezekben. Zetko innen side-ról. Tudom, hogy megvan neki Mihu. Önnek közel a VP játékosok. Bajali! Igen, nem sok volt. 48 HP-a maradt Bajalinek. Na, Queston pedig kihozza azt az M4-4-et valószínűleg. Le kell hozni. Itt az idő, gyerekek, itt ezt le kell hozni, és akkor megy a HLTV-re. Nem? Úgy tűnik, hogy nem. Én nyilván csak vicceltem ezzel, de nem tudom, mi volt egyébként a koncepció, hogy 1v4-ben benézett középen azzal a kolttal, miközben nagyon-nagyon tréjül állnak pénzzel. Most milyen jó lett volna, ugye? Az M4-án egy jó esett volna egyébként, mert tudtak volna dobni konkrétan egy fegyvert. Lenne egyből 2-3 maximum. Már mit veszünk fegyvernek, ugye? Hát, igen. Ami értelmes? Hát, igen. Miközben a Virtus próbál egy dupla AVP-s támadást fog nekünk bemutatni. Igen, 3 AK-ba megspékelve. Hogyan fogod tudni egyébként kibekkelni? Különösen ilyen minimális lóvival. Az AVP-k ellen nyilván az a legoptimálisabb, hogyha valamilyen szinten közelre tudod magad verekedni, de nagyon kevés olyan pontja van ennek a pályának, ahol ez megoldható. Leugrust elfoglalod, szuper. Mit csinálsz egy AVP-ssel, aki mondjuk elbújik tyúkolban? Hát meg az, molózni, meg az nem megy, hogy ilyen valaki leugrósba. Gyakorlatilag lerakón beül valaki egy AVP-vel. Foglalod vissza, hajra. Sok sikert. Szeretnék kívánni, igen. De hát előbb ahhoz pasáiknak be kell támadni. Egyáltalán eljussanak ilyen szituációkhoz. Hogyan tudom? Imádom nézni őket egyébként, ahogy forgolódnak a minimum. Ezt többször kiemeltem, és óriási csata középen, közben Bial is elcsíp egy embert. Teljes AV-denem konkrétan lenullázza, és mit csinál a Virtus.pro? Nyilván egy picit belassít, megvan a map control, el tudták fognak a pozíciót, és Queston tudott győzni. Egészen váratlan fordulat, ott van Snacksnek gyönyörű lövése az AVP-vel. Ezzel gyakorlatilag két játékosra redukálódott az Extatus csapata. Két fős ember elő. És Devil is mondta, együtt mozognak folyamatosan. Egészen eddig a pontig talán? Nem válnak el útjaik. Úgy döntenek, hogy elmennek áfele, de közben igazából a Virtus Pro-nak erről a támadásról egészen más a véleménye, és ők inkább a B-rapot választják le. Bemennek, bedobálnak, és konkrétan le fog kerülni a bomba azon nyomba, Mihu által. Egy nagyon nyugodt, alapos letisztázása volt egyébként. És az Extatus pedig most mehet utolsó kör az első fél időben. Meg kell próbálni, nincs pese. Ilyenkor lehet nagy bravúrokat lőni. Amikor nincs veszteni valód, és meg kell próbálni. De lássuk, hogy egy M4-án és egy CZ vissza tud foglalni ilyen szituációban. Át, ez szinte lehetetlen. De lássuk, meg előre. Ahogy a nagykönyvben meg van írva.
gyakorlatilag. Hát az elképzelés nem volt rossz. Egy pillanatra elhittem, hogy meg lesz a mozdulat ember. A mozdulat szép volt, de hát sajnos nem jött össze a mulatság. Úgyis a Virtus Pro úgy tűnik, hogy jóval erősebb. És itt van. Ja, hát igen. Hát, ezért mondom, hogy ezzel most mit fogsz tudni csinálni? Semmit. Konkrétan annyi semmit. Baj legyen, 9-6-tal fordul a Virtus. Amilyen kicsit döcögősen indult a dolog, úgy kezdenek szerintem ők is belerázódni ebbe az egészbe. Nyilván új környezet. Első játékok gyakorlatilag az első játéknapon. Én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez reális volt, ez a 9-6. Az oldalak csere után pedig fogalmam nincs, hogy mire számíthatok mondjuk így az Extatus csapatától. Nem láttam még őket kábelen játszani. Abból indulunk, hogy általában a T-oldal szokott kedvezni a csapatoknak. Statisztikát, ugye? Statisztikában a papírformára, stb. Ilyenkor jön az, hogy meg tudják-e hazudtolni esetleg a VP-sek, és itt befejezni a mérkőzést CT oldalon. Ugye azért a pisztolykör után el tudnak húzni azért jó pár körrel, akkor rá tudnak duplázni, hogyha minden jól alakul az Extatusra. Úgy tűnik, hogy nem szórakozik az Extatus, el fognak menni B-re, minden további nélkül. Bedobják rátokat, így van, és ott van az első kontakt hosszún. És a frag pedig pasán elzett, kofregeli ezt vissza 4v4. És már érkezik hátba két VP játékos. És már... És letartják a kerülőket, Frozen tudtuk lefregelni, és Zetko befejezi a kört. Hát igen! Igen. De így kell ezt stílusosan befejezni. Itt nem lesz elhúzás egyelőre a Virtus Pro részéről. Nem tudtak élni a pisztolykör adta lehetőségekkel, úgyhogy az Extatus akár ki is egyenlíthet rövid időn belül. Nagyon szép támadás volt egyébként. De még jobban tetszett, hogy a Virtus Pro felismerte a lehetőséget, és azonnal elkezdte kerülni, csak ezt az Extatus letartotta. Számítottak arra, hogy egy vagy két ember legalább érkezni fog hátba. Igen. Amúgy az Extatusnak a három legjátszottabb pályája, az első torony magasan a Mirage, a második Inferno, a harmadik pedig pont kábel. De viszonylag szélesebb mappullal bírnak. Az egyetlen kevésbé játszatott vagy játszott pályájuk az a nyúk. De hát ez szerintem nem igazán nagy meglepetés. Illetve őt követi alulról a második. Lesz vajon nyúk szerinted a V4 alatt itt? Szerintem nem. Itt is ki lesz lőve végig? Szerintem ki lesz lőve, szerintem senki nem hajlandó egyébként az a pályán játszani. Nem. De így a változtatások ellenére sem. Én őszinte leszek a Virtustól, a VP-től vártam volna egy nyúkot. Hát ők voltak a VP, a nyúknak a királyai. Annak is, a Trének is sokáig ők voltak a királyai, mikor megjöttek a változtatások. Meg a Csének is egy ideig. Nagyon erősek voltak mindig is. Igen, ha úgy veszük, igen. Ők rendszeresen váltnak királyságot, úgy tűnik. Közben szépen lassan fejlődik fel az Extatus, és egyedül pasánál láthatunk valamiféle fegyvert felvillanni egy scout személyében. A többiek pedig eléggé minimális budzsével tudnak operálni, nem rossz a pulsz, és úgy néz ki, hogy Monty tudott győzedelmeskedni, jó volt a lövés, de Snacks megérkezett segítségkép. Közben szépen lassan evickél, mindenki fel-fel áll erre a kóra, nagyon jó volt a terelés, és most konstatál, hogy leesett mindenkinek gyakorlatilag, hogy hello, gyakorlatilag a támadás nem erre jön. Hopp! Pasának nem akad be a fejes, egy embert viszont el tudott csípni Monty, Mikut elkapja, Snacks pedig visszalövi. Emberelőnyben van Montát, az Extatus. Lekerült a bomba ebben a pillanatban. Neo középről érkezik, Snacks pedig már itt van Sight mellett, szaladgál egész neddig. Nem is szaladgál, sétálgatott Neónak, megvan nagyon szép fejes Zetkonra. Számít-e arra, itt van mellett jobbra Devil, nyilván számít, de fél és tart is attól, hogy valaki jobbról fog érkezni, de Devil jó időben, jókor biztos, nézett ki. Hát úgy halt meg Snacks gyakorlatilag, hogy hátba lett lőve. Jó, aztán meg volt az információ. Igen, vagy fafal, ott valószínűleg nem. Tehát... nem, egyértelmű pozícióban szalakod bent lesz. 9-8 tehát, még mindig vezet a Virtus. Úgyhogy... egy jó echo után ismételten Egából folytathatjuk szerintem a mérkőzés menetét. Látunk az Extatusszal az előbb egy nagyon veszélyes echo kört, amikor konkrétan 1v1 volt az USP-vel szemben már a Virtusnál. Ezen van kiakadva egyébként a rajongói tábora a VP-nek, hogy papíron jóval gyengébb csapatnak számító alakulatok ellen képes iszonyatosan megizzadni. És úgy néz ki, a támadás megindul, eddig nagyon jól áll a helyzet, Questnak két killt össze tudott kaparni, és gyakorlatilag teljesen övék a B-lerakó. Abszolút
nyugodtan le lehet tenni a bombát. Zetko az, aki megy előre azzal a megtennel. Mihu az nem nagyon észlelte, hogy éppen történések vannak a pályán, vagy éppen rossz szöget tartott. Pasa az egyetlen. Hát a Mag 10-esek azok megtették a hatással, konkrétan visszanyerték a teljes pénzösszeget, amit ráköltöttek. Ez ész volt egyébként? Jól láttam? Nem, 3K nem? Plusz 2K. Jó, értem, köszönöm. De a Mag 10 az észelt, ha úgy veszünk. Igen. Jó. Hát jó sok pénz áll a házhoz. Különösen így van, ölésenként 600 dollár, óriási. Két ülésnál a teljes fegyverár visszajön a játékosnak. Hosszú éveken keresztül ugye Pasa volt a csapatnak a hivatalos ABP-se, és ebben a Virtus iterációban Snacks az, aki gyakorlatilag mint ABP-s szerepkörben fog díszelegni. Legjobb tudomásom szerint Neo az, aki jelen pillanatban mint irányító tölti be a szerepet, Mihu pedig az entry fragger, azt pedig hozzá kell tennem, csak nagyon halkan, hogy ahhoz képest, hogy ő az entry, szerintem a teljes szín egyik legkisebb szenzével játszik. Jók a molotovok, egy ember kiugrik, de ott van Pasa, hogy 4 centiről konkrétan pofálője, viszont megy a kerítés. Már kiugrott a ketten kötőbe, Snacks egyet el tud csípni, nem tudja nagyon, hogy hova helyezkedjen, ott van Frozen gyakorlatilag szemből, Mihu egy embert pedig el tudott szépíteni, Frozen pedig visszalövi gyakorlatilag. Ahogy egy ember meghal, azonnal megvan rá választ lépés. Frozen nem akad be, Bailey viszont érkezik, egyedül maradt Monty. Bomba pedig le van téve. Kérdés az, hogy mit tud ezzel Monty kezdeni, Pasát ugyan lelövi, de Biali ott van azonnal hátulról. Nagyon szépen mozgott együtt a Virtus. Hát, nem, onnantól kezdve, hogy Monty kijött szájtról. Három túlsz között volt lényegében, pont három különböző pontján volt a pályának a VP3 játékosa, de muszáj volt megpróbálni, mert egyértelmű volt, hogy kötőbe előtték az embert, az utolsó a bombás, a bombarakó. Valószínűleg Sighton ki akart onnan mozogni, más pozíciót akart fölvenni, hogy meglepessen egy, akár két ember, és utána lehozna az 1v1-et, de hát annyira három túlsz között volt, hogy nem igazán tudott mit csinálni ebben a szituációban. Elég egy gyors kört látni. Igen. Biali az egyelőre... Megfogja, határozottan. Egyelőre nagyon jól áll. Sok HP-ja nincsen, és majd, hogy nem szétég. Nem sokan múlt egyébként, hogy elkezdjen rajta tikkelni a moló. Ha legalábbis jól láttam, az volt. De hát az ember előny megvan, és Zetkónak is összesen 10 HP-ja maradt. Neo, találkozott. Nagyon jó volt a flash, Pasától kapott Neo. Megfizelatott pedig a következő, és szerintem látták, hogy Pasa ott van, Pasa pedig reagálni sem bír. Bialinak kell nagyot alkotnia, de Devil érkezik az AVP-vel, és innentől kezdve Snacks, illetve Mihu maradtak ketten, miközben a füst teljesen elmaradt. Jézusom, beesik a dupla! Egy darab elhibázott, elvétett füsttel gyakorlatilag lehet, hogy az egész kör elúszik, és lehet, hogy ez emiatt pedig az egész mérkőzés is elúszhat. 2v2. Egyelőre még mindig nincsen letéve a bomba, ott van Queston és Zetko, a másik oldalon pedig Mihu, illetve Snacks az AVP-vel. Most kerül le a bomba, az a gránát, az okozhat problémát, jó. Így is van, Queston pedig nagyon érdekes pozícióban, bevállalja az elsőt, ott a következő, nem! Mihu volt, aki oldalról végül is nyerni bírt. Nagy nehezen, 11-9. Ez elég izzadságszó kör volt, mind a két csapat részéről egyébként, de ez nagyon durva volt, és kellett a szerencse, hogy a Virtus Pro oldalán rájön. Snacksnek egy óriási dupláját láthattuk, és erről meg is kapjuk a visszajátszást a kollégáktól. De nem csak az, hogy dupla, hanem hogy egyáltalán a füst is tovább pattan a kelleténél, hogy egyáltalán luk volt, és utána az, hogy ketten is bejönnek, hát ez nonsens. Hát figyelj, hogyha ez egy szoros mérkőzés lesz, akkor megköszönheti a VP egyébként a... az RNG-stennek. Ez nem lesz, ez egy szoros mérkőzés. Tehát ez nem lesz, ez... Általában a végére feltámad a VP, mindig így szokott lenni. De egyelőre úgy tűnt, hogy csak úgy ismerkednek a, nem tudom, Exodus-szal. Egyébként a végén jó volt az Exodus-nak a próbálkozása, az az 1v2. Időzítés, ugye? Abban a pillanatban vette el gyakorlatilag a célkeresztet, ahogy besétált volna egy láb, de így lemaradt Snacks. Nincs meg az info. És eléggé B-erős tűnik ez a felállás az Exodus részéről, Pasát majdnem sikerült elcsípni. Szépen bőven van ideje visszazárni, és egy darab gulyó el se találta. És Snacks nem maradt egyébként az AVP 1-1-ben, nem adtál Pasának. Igen, nem is ő az AVP is hivatalosan a csapatban, az ebben a verzióban. És gyakorlatilag visszatérvén Mihu legendás sensitivity-ére, tippelj mennyi, 0,39-800 dpi. Azt a mindenit. Tehát nonsense, és ezzel entry fraggel, de úgy néz ki, hogy
Queston az, aki most Andri Fraggelni bírt. Neo kicsit be van szorítva, nem akad be a fejes, egyre fogynak a golyó, kéne valami segítség, most megy a rátöltés, Frozen pedig végül lelövi, kicsit távol vannak a pajtások. Snax az konkrétan innét, ahonnan meglőtte a duplát előző körben, várta, hogy esetleg valami hasonló vége legyen a dolgoknak. Mihu pedig már is megy előre ezerrel, ott van, fontos ott van egy, ott látta a következőt, egyelőre nem akad be, Devil pedig pont jó tempóban szaladt ki és lőttek meg a fejest. Snax egy kill, viszont ott van Zetko, hogy befejezze a kört, és ezzel ismételten egy ütésváltás. Hát egyszerűen fej-fej mellett halad mind a két csapat, és tényleg ilyen apró nüansznyi szerencsének, vagy bárminek, nem tudom minek, nevezhető dolgokon múlik az egész. Oldalon, és az a durva, hogy totál nincs lóvé. Mivel bukták ezt a kört, és előtte pedig nyertek kettőt, ez egy dupla ekkó lesz mindenképpen. Nem tudják ezt egy ekkóból megúszni. Hopp. Mihu, nála a kezdőfreg. Bátor Sir Robin kinézett kicsit levegőzni. Megnézte, mi a helyzet. Meghalt. Devil mondta, hogy itt vannak. itt van egy. De miért közölte, hogy vagy haltam, azt is mondta, hogy ha itt van egy haltam. Általában ez így szokott menni egyébként az ilyen félprofi és profi magyar különböző nívósabb mérkőzések. De egy 30-nál legfontosabb info, az itt van egy. Itt van egy. Devil közben még egy embert el tud csítni, Snax is kicsit volt. Szomorú. Snax is közölte az irányítónak, hogy itt is volt egy, Biali a következő. Gyerekek, itt meg itt is van egy. Mindenhol ott vannak. És most igazából az van, hogy eltedik az idő. Neo bedob egy füstöt. És érkezik, őrületes időzítés. Nagyon jó tempó van, Neo be tudott menni. Egy probléma van, hogy nem es egyszerűséggel elszalad mellette a komplet mező. Úgyhogy nem is tudom, hogy ez most egyébként jó-e vagy sem. Fegyvert ugyanis nem nagyon tudott szerezni. Pasa totál egyedül van a másik lerakón, azzal az AK-val, ami egyébként teljesen totál rendben van, azt ki kell menteni. Neo viszont őrületes körbe van egészen eddig. Neo közli Pasával, hogy itt van. Haltam, innentől kezdve Pasa mindent tud. Az a durva, hogy szerintem jönnek Pasát levadászni, mert számítanak arra, hogy valószínűleg itt valahol Bén elbújhatott. Frozen megy is szépen kerülőre. Nem merik, kezdő felé. Nem merik, mert megnézték a pénzt egyébként, szóval ne adj Isten egy ilyen nagyon igénytelen végeredménnyel, amikor mondjuk Pasa véletlen mindenkit letunkol, nullázik, lehet, hogy nem lenne túl kedvező a következő kör. Különösen úgy, hogy ez egy spórkör a Virtus úton. Igen, úgy vannak vele, hogy mivel még egyet kell spórolni a Virtusnak, nem osz, nem szorul az egy AK Pasánál konkrétan, de nekik sokkal fontosabb, hogy a következő körre anti-ekóként mindenképpen meglenjen az előző szett, és ne kelljen teljesen újra vásárolni. Fontosabb az, hogy meglenjenek a gránátok, az egyéb szettek. Nincs túl sok pénz. Ez lett volna egyébként szerintem az a pillanat, ahol célszerű lenne, vagy a következő lesz majd az valószínűleg, amikor célszerű lesz egy ilyen időkérést beszúrni szerintem. Annak függvényében, hogy ezt most melyik csapat fogja megnyerni. Ezen kívül. Jön az őrületes támadás, nagyon-nagyon beesett gyakorlatilag a teljes D-csapat, és Pasának csak egy ember sikerült elcsípni azzal az AK-val, miközben a társai már hárman is meghaltak. Pontosabban vele együtt már hárman is meghaltak. Hogyan tovább? Ott van egy Mihu, illetve ott van egy Snax. Snax az természetesen ilyen körökre specializálódott, amikor ilyen lehetetlen helyzetből egy VX-eket kell lehozni, de nem tartom túl valószínűleg, hogy ez most összejöjjön, különösen így, hogy az ellenfele nem más, mint az ifjú titán Frozen, aki egyébként egészen csodálatos teljesítmény nyújt ezen a mérkőzésen. Is. Ő is. De amúgy meg az előző mérkőzésen is, tényleg. Nem úgy szépen nyomják az Exodus játékosok. Frozennek vannak szép villanásai, de úgy látom mindenkinek eléggé szépen összeadott a játék a szlovákoktól. Sokan mondták egyébként, hogy nagyon jó lenne összekerülni a Virtus Pro-val, így a Game Agents-nek, mert ez garantáltan gyakorlatilag egy ilyen... Ez elég jó fejes volt azért. Igen, ez fájdalmasnak nézett ki. Ilyen kis szenzel szerintem lefordult a pont. Nem is tudom, hogy lehet. Andri Fregger, érted? Figyelj, ez az a színpadon ember, van hely azokon az asztalokon. Szép, hogy helye van a játékosoknak. Azt is annyi helye van a játékosnak, mint nekünk kettőnek. De... Mert egy játékosnak. Igen. Konkrétan. És ez milyen lehet jó van tekerni, így? Lehet tekerni, lehet kajakozni ezzel.
Na hogyan tovább? Az egy king-size egérpadra mondják azt, hogy lehet még egy pár centi. Azért. Közben dupla AVP-s felállás ezúttal a védelemként a Virtus-tól, Devilnél pedig a másik oldalon van a megszopott helyen. És egy nagyon-nagyon lassú izét láthatunk most az Exetus-tól. Szépen lassan felfejlődnek. Pasáik pedig agresszíven megpróbálnak benézni. És ugyanez van egyébként állni is. Kitolták pocit, és Mihut el is kapják ebbe a pillanatba, Questonnak megvan ő. Stux tartja. Nem örül. És időzítés, az nagyon fontos, viszont nem adja be a következő dekár érte. Queston megy tovább azonnal, az a probléma, hogy gyakorlatilag nincs ember az egész állerakón, de nem is nagyon tűnik úgy, mintha az Extet ezt nagyon-nagyon szeretné bevállalni. Ha elmúlik a füst, akkor valaki nagyon boldogtalan lesz. Így is van. Zetko az nagyon-nagyon boldogtalan. Szépen lassan megjön egyébként a közönség hangja is, ahogy rájöttek, hogy a kedvenceknek muszáj lesz szurkolni, különben fel kell kötni a gatyát. Még az is elképzelhető, hogy az Extatus konkrétan el fogja hozni ezt a pályát. Jó a flash, Bailey viszont mindent tud. Beesik egy Molotov, Neónak meg kell lőnie, meg is van. Nagyon jó a keresztbelövés, és egy ember maradt már csak hát a Frozen személyében, ami viszont nem jelent túl jót. Az sose jelent túl jót, nagyon-nagyon jó formában van, egy hatalmas fejes beakadt. Viszont ott van Pasa Neóval, és végül egy HE végez vele. Végre Egálban ismét. Régen volt már Egál, és ahogy azt bezéltük igazából, hát nagyon aktuális most már valami időkérés, valamit muszáj kitalálni. Extatus most nem fog időkérni. Van pénzük, bevásároltak. Nem. Nézzek a PUBG playert, 26 killen. Nem, tényleg kikérték az időt végül. Ki van kérve az idő, azt tuti. Mert de hát annyira szoros. Van vásárolni, hát Frozen úgy, hogy még nem vásárol, de így van 8000 dollárja kerekítve. Ugye a 100% hogy nem a pénzek, meg elég, hogy most vegy, nem de most azt számolom, hogyha most ezt a kört elbújják, akkor a következőben mit tudnak csinálni ebben az Exetus játékos, mert azért 12-12-nél azért már járunk a vége felé, amikor ugye az egy csapat megszalad. Mennyit buktak zsinórban egyébként? Nem emlékszel véletlenül? Már én melyik hát mérkés? Végül is nem jó, mert most volt reset gyakorlatilag, soft reset. Igen. Az előző tök mindegy hány, aha, nem lesz túl sok pénz. De az előző köröket úgy élték túl, hogy eléggé sok hát, ember, figyelj, ahogy ezt, emlékszem. Ezt meg kell nyerni. Négy emberekkel érték túl az elmúlt két kört. Ezt gyakorlatilag muszáj megnyerni, maradjunk annyiban. Bármelyik csapatról is beszéljünk. Igen, nem marad sok pénzük. Zetkonak van 1600, és Montnak van 4000. Snacks. De Snacks kezdi a fregelést ebbe a pillanatban. És meg is indul az a B-támadása? Nem indultak az Exatus egyáltalán. Egyelőre várják, hogy történjen valami akció. Próbálnak valami refreget. Fel van boostolva Devil. És ez akár működhet is. Nézd ki, nem. Őrületes mellélővés, teljesen szokatlan, indokolatlan, megmagyarázhatatlan. A felugró embert akarta ellőni, de utána megpillantotta a másikat, és így megzavarta ez egyébként. Volt aha. Azt hittem, hogy felugrik még egyszer. Van. Nem, tuti az lesz. Igen, tehát így. Nézd meg, az Extatus közben ez a mellélővés, ami belefér egyébként szerintem. Egyelőre kupacol B előtt. Nem nagyon látszik az, hogy nagyon változtatni akarnak a dolgokon, és egy nagyon fontos kill Zetkótól, viszont szerintem Neo, így van, Leo lebukott egy, majdnem meg lett volna a második is, de Frozen volt az erősebb, vissza tudta lőni a pajtását 3v3, és hosszú Devil ezt bezzeg beadta. Gyorsan, 2v3, mit tud csinálni Snacks és Mihu? Snacks gyönyörű kill. És nézd meg az Exatus csapatát, már is le van téve a bomba, ők vannak jóval előnyösebb helyzetbe, beesik egy Molotov is. Kérdés, Mihu mit csinál hosszú? Semmit, ugyanis ott van Devil is letartja. Simán meg lesz a kör az Exatusnak. Várjunk még, azért itt van Snacks, be fog menni az AWP-vel. Nagyon nehéz lesz AWP-vel. Én nem tartom valószínűleg. Nincs diffuse kit, hogy mennie kell, vagy valami össze kell kapolni egy defkitet, meg kell lőni azt a dobozt. Nagyon jó kill! Jézusom, de jó kill! És most megy a táncikálás Frozennel, aki itt van. Konkrétan Snacks mellett, Froznak esze ágában nincs ennyire kinézni, látja, hogy nem szedi a bombát, úgyhogy nyugodtan lehet menni a fregre. Nem, arra sem megy, elmenekül, kihozza az AK-t, és Snacks pedig az AWP-t hozza ki, lehozza az Exetus a 13. köré, gyönyörű szét, nagyon Snacks jó volt nézni. Snacks kiszúrta a pöcköt gyakorlatilag, és egyből kifejelte dobozon keresztül. Ott a fegyó vége. Tökéletes. Tényleg ez volt az egyetlen esélye, tehát ha ez nincs meg ez a kill, akkor rá sem lehetett volna igazából szaladnia. Simán keresztbe lőik szerencsétlent. De hát basszus, Snacksről beszélünk. És mint a régi szép időkben gyakorlatilag, amikor ez a két jó madár húzta a Virtus Pro-t még az aranyidőkben, BL és Snacks ismételten félelmetesen, mind a ketten 20 felett bőven, többiek meg nyilván támogató szerkörben vannak jelen a pályán. Na de hát hogyan tovább?
Extatus tehát vezet. Muszáj spórolni a Virtus Pro-nak. Egy kimentett AVP van. Ott figyel Snacksnél, neki kell valami hatalmasat pakolnia. Itt 13-en nem érdemes ráforszolni egy AVP mellé egyáltalán ilyen pénzekkel. Ezt muszáj kivárniuk. Lehet, hogy bukó lesz az AVP a kör végén. De egyszerűen... Iszonyatosan parázs mérkőzés. De még a következőben sem tudnak rettesen vásárolni. Snacksnek semmi pénze nincsen, Pasinak semmi pénze nincsen, Neónak semmi pénze nincsen. Mit fognak vásárolni a VP-sek, ha ezt a kört nem tudják lehozni így? Kvázi egy VP-ben meg pár pisztolyjal. Szerintem tudnak venni. Csak az a kérdés, hogy hát egyrészt AVP-k biztosan CT nem lesz. CT oldalon $1,900 fognak kapni, nem lesz, ezért a bukott körért. Sem ennyit. Hát... Sem ennyit. $1,900 kapnak ezért a bukott körért, és két ember is ezer alatt van. Ezt nem tudom. Azt nem tudom, Neo egyébként minek vet rá. Egy pasa minek vet rá gyakorlatilag. Lehet, hogy az egy Neónak meg 1700-a van. Ez így nagyon kevés lesz. Nem, pasa az konkrétan totál rávett. És úgy néz ki, hogy ő az első halott ráadásul, és ott van középen Migu egy killel, begurult az Zetko egyből, visszalövi emberelőny az extatusznál, és özönlenek befele. Nem igazán lehet itt mit tenni, ismételten el kellene menteni a fegyvereket, ugyanis következő körben nem lesz túl sok esély. Neo nagyon jó volt, de Monty sokkal gyorsabb, nem adta be a CZ. 4v2. Valahogy Snacksnek azt az AVP-t ki kell mentenie. És szerintem egyébként tovább fognak sündörögni így hosszú tájéken, el fogják hozni azt a CZ-t esetleg Bialinak. Az első pályás szempontjában ez kardinális, ez az AVP megmaradjon a Virtus Pro kezében. Ez nagyon mérkőzés. Fontos. Nagyon jó mérkőzés. Nem gondoltam volna, hogy ilyen frankó párbaj lesz egyébként. A kis, hogy is mondjam, esélytelen csapat, Extatus és a veterán Virtus Pro között. A hatalmas fejes Bialitól, lehet, hogy ez nagyon-nagyon fontos kill volt, ugyanis el tud menteni következő körre egy AK-t. Talán el tudja dobni, sőt, szerintem el tudja dobni egy Pasának is például. Ez így tök jó, így tudnak vásárolni. Így két FAMAS ki tud repülni adott esetben, vagy esetleg SMG közeltávra, és nincsen időkérés, úgyhogy minden megy tovább, abszolút a tisztában vannak a játékosok azzal, hogy mit kell csinálni. Ebben az Echo körben ennél jobbat már csak akkor tudod volna csinálni a VP-t, ha kb. Lehozzák. Tehát ez, hogy így, hogy kihozták az AVP-t, amit belevittek. Vagy még egy ember. Na, igen, azért van, látod, van. Persze, van sok itt sokra megy, persze. Amúgy igen, maximálisan. De ez nagyon ki lett maxolva ilyen szempontból. Nagyon durva, hogy kihoztak két fegyvert. És az Extatusszal nem tudnak mit csinálni. Tehát egyszerűen az Extatusszal megindult reggel. És nem azért szoros, mert mondjuk a Virtus rossz lenne. Mert egyébként nem. Nem mondhatnám azt, hogy a Virtus rossz csapat. Egyszerűen le vannak lőve. Ez mi volt például, gyakorlatilag azonnal megvan. Kapta a fejest Devil, de ugye M4-ből nem elég egy fej. Kettő kell, legalább 11 HP marad Devil, és utána azon, aki használt ezt a lehetőséget, és előtte Mihút. Jó látni egyébként. Fontos entry. Nagyon fontos entry. Ilyet szeretnék látni egyébként a Game Agents meccsein is, csak mondjuk úgy, hogy mi nyerjük meg ilyenek. Most bebiztosítatja magának az Extratus az első pontját ezen a mérkőzésen. Hogyha meg a 15. kör, akkor egy pontot ebből a meccsből biztos elhoztak. Szóval egy pontot érő kör. Minden értelemben. És nagyon szépen nyugiban játsszák ki a dolgokat. Devilnél ugye változatlanul ott van az AVP. És egy 2-2-es védelem a Virtustól. Senki sincsen kötőben, néz meg a két szájt között. Nem, de ez nem rossz. Nem rossz, amit csinál a VP-t. Középen Neónak kritikus szerepe nem, lesz. Nem azért mondtam, hogy rossz lenne. Itt ezt a két embert ellövi, akkor megadom a kör. Ez a flashback, ez nem rossz, ez egymást vakítják, és Neót is köz... Ó, de szomorú történet! Nem tudom, kié volt az a flashback, ha esetleg az Extatusé volt, akkor esküszöm, vastaps. Ez volt a körértékű, vagy hát pontosabban a pontértékű gránát. Zseniálisan csinálták. Mondhatni, pontos volt a gránát. Nagyon jó játék, ott van Zetko. Zetko a világ másik felén is megtalálja magának Snacks-et. És bukott az AVP. Gyakorlatilag az AVP-t el tudná hozni, de felesleges elhozni az AVP-t Devilnél, már ott van gyakorlatilag. Tinetek ezzel pasa maradt szólóban, és nagyon elkezdhetnek azon filózni, hogy mi legyen a következő lépés. Azt kell, hogy mondjam, szerintem, hogy is mondjam, hivatalosan nem sokan számítottak erre, de szerintem titkon nagyon sokan remélték, hogy a kis Extatus meg tudja szorongatni a lengyel óriást. És egyelőre egy félelmetesen jó mérkőzést láttam. Így van, ez egy pop flash volt. Csak azt hittem, hogy hátulról érkezett, mert pont nem láttam az ívet. Nem, addigra pont meghalt már a társ, ugye? Nagyon szép játék volt az Extatus, hogy gyönyörű szép, hogy ezt megoldották. És láthatjuk a pénzeket, vagy láthattuk, amiket elköltöttek a Virtus Pro játékosok.
Egy potenciális utolsó körhöz érkeztünk el az első pályán, kedves nézőink. Konkrétan... Sose iszunk előre a medvebőre nyilván, semmiképpen sem de nagyon szabad. Úgy néz ki. Nagyon úgy néz ki, aztán majd meglássuk, hogy hogyan hát, mert ugye a rendes fegyverekkel is látunk, hogy eddig csak három kör tud hozni a Virtus CT oldalon. Beakadt egy fejes kapásból. Ismételten nehezebb másik. Helyzetben. Pasa egyet szépít, nem sikerül Bialinak lelőni senkit. Pasa ott van, még egy! Úgy néz ki, hogy amikor szükség van rá, Pasa képes arra, hogy lehozza, amit lehetetlen gyakorlatilag. 2v2 viszont Pasa iszonyatosan be van szorulva, és teljesen kiszolgáltatott helyzetben maradt. Devil pedig 1v1-ben Mihuval. És már hallom és látom lelki szemeim előtt, hogy az aréna felrobban. Így van, megvan az első pálya tehát. Az Extatus csapata konkrétan legyőzte a lengyel óriást. Egy igazi sikertörténetet láthatunk. Félelmetes. És már az első nap. Már az első nap ezt mérkőzés. Látjuk. Totál jól játszott az Extatus is. Most már hála az égnek. Nem csak, hogy láttam őket kábelen játszani, hanem kiválóan játszottak. És nem kis ellenfelet tudtak gyakorlatilag maguk mögé utasítani, mint a legendás Virtus Pro. Még van egy második pálya, de egy biztos. Az Extatusnak van újabb két pontja. Ez... Ezt már el nem vesszük tőlük, senki Extatus sem. Extatus az egész szépen menetel arra egyébként, hogy és látjuk, hogy a kamera képeken, hogy VP csak vakargatni tudja a fejét. VP és az nem túl boldog. Nem. Nem igazán értik, hogy mi történt. Nem, full gondolkodó üzemmód van. Na mindegy, annyi baj legyen. Ilyenkor vajon mit tudnál átvenni egyébként? Hát egy mirást. Tényleg, mi lenne a... Egy mirást, mielőtt átmegyünk arra a pályára, ugye? Jó mirázs? Jó az mirázs. Lesz a másik pálya? Ha minden igaz... Kinek a választott pálya végül a mirázs? Szerintem az Extatusnak a favoritja. Az Extatus az torony magasan a legtöbbet mirázson játszott. Extatus pikkelte Cobblestone-t. Komolyan? Igen. Ez az Extatus pályája volt. Zseniális. Ugye. Ez számomra teljesen új információban van a töredelmesen, mert tényleg korábban nem igazán volt arra példa szerintem. Na mindegy, annyi baj legyen. Ez egy érdekes és váratlan fordulat. Hát figyelj, így lesznek igazából a kis emberekből óriások. Ez egy ismét egy olyan lépés volt, amiért megéri ugye csinálni ezt az egészet, megéri utazgatni, hogy tényleg a kis csapat kellő mennyiségű energia beleülésével és kitartó munkának köszönhetően meg tudtam ott mutatni egyébként egy ilyen színpadon, egy nemzetközi közönség előtt, egy ilyen nemzetközi csapatokat felvonultató versenyen, hogy igenis ott van a helye, igenis számolni kell velük, és hát ha van rá lehetőség, akkor légy szíves, tessék bennünket meghívni mindenféle egyéb rendezvényekre, mert nem vagyunk mi annyira rosszak, sőt, abszolút 100%-ig bebizonyították, hogy igen, képesek arra, hogy megszorongassák a nagyokat. És hamarosan lesz itt egy meglepetésünk, kedves nézőink felé, mi már látjuk készülődőben a meglepetést, de még nem lőjük le a poént, addig még húzzuk az idegeket. De lőjük le a poént! Jön Cobain és Böröc Dead Fox Bence az elemzői asztaltól. Jó lesz. Igen, hát most nem elemzünk, hanem gyorsan interjúzunk egyet. Dead Fox volt olyan rendes, hogy mivel hazai eseményen van, nem szaladt rögtön vissza a hotelbe gyakorolni. Kicsit itt maradt a rajongókkal, és itt maradt velünk. Hát magyar lanon vagy, voltál már gondolom magyar lanon, csak nem ekkorán. Igen. Hogy érzed magad egyelőre? Nagyon jó eddig minden szerintem. Ugye az egész, nekem nagyon tetszik. Hozzá vagy már szokva az ilyen eseményekhez, mennyire nőtt föl ez a V4 mondjuk egy, hát ha talán nem is major, de az ilyen hasonló pénzdíjazású versenyekhez. Hát amúgy szerintem nagyobb a színpad, mint a Z-League majorom volt. Szerintem nagyobb az egész, mint egy-két ilyen nagyobb rendezvényen. És egyelőre jól is játszotok, jól bekezdtetek, nyertetek egy mapot, aztán becsúszott egy döntetlen, de a Game Agent-szel javítottatok. Inkább az a meccs érdekelne engem, az volt ugyan a magyar rangadóit, hisz 4 magyar játékos is volt a szerveren. Milyen volt az a mérkőzés? Eléggé egyoldalonak tűnt az eredmények alapján. Hát eléggé annak éreztük mi is. A srácoknak van még mit gyakorolni, de amúgy láttam tőlük egész jó dolgokat is, amik úgy megleptek igazából, hogy ilyenre is képesek, mint úgymond egy mix. Azért volt ott jó sok ismerős. Egyrészt a magyarok, másrészt például Zero. Milyen volt ellene játszani újra? Jó volt. Én vártam, hogy szétlőjön minket. Szét is lőtt egy csomószor. Ja, igazából. Hogy áll most a Hellraiser csapat ezen a lanon? Mennyire tudtatok már úgymond akklimatizálódni? Neked gondolom annyira nem volt nehéz, de a többiekkel mit érzel, mennyire mozogtok otthonosan most itt? Szerintem egész jó mindenkinek. Ugye az ukránoknak sincsen távol, egy óra késés van, ugye, úgy emlékszem. Ja? Nekik ott plusz egy van. Igazából ez a reggeli, ez a koránkelés volt a probléma az Issának és a Voxiknak, mert ők hát
reggelig fönn szoktak lenni, és most az ugyannyira nem volt azért jó. És ki fogják bírni éjfélig nagyjából, amikor jön a naprangadója, úgymond? Hát most szerintem alszanak jelenleg a hotelben. Hogy készültök mondjuk egy fész ellen? Kell-e még most készülnötök, vagy amit eddig nem tudtok, azt már ezután se fogtok, és fölkészültetek rendesen a fészből? Lehet egyáltalán egy fészre készülni a világ jelenlegi legjobb csapatára? Lehet. Még fogunk egy picit készülni, de annyira nagyon sokat nem. Mert már játszottunk ellenük, nagyjából tudjuk azért, hogy mi merre. Csak hát azért mégis egy jobbak azért, mint mi. Úgy gondolom, hogy a HR-nek minden olyan LAN úgymond ajándékol, valóban teljes line-nappal ott lehet. Rengeteg problémátok volt, főleg így a útlevelek miatt. Ritka az, amikor a HR meg tud jelenni úgy teljes erejében. Ez mondjuk pont egy olyan LAN. Ja. Hát Isszának volt legtöbb problémája a vízummal, ugye, de most már mivel elkezdte egyszer, egyre jobban több időre kapja a vízumokat, így már egyre jobb lesz nekünk is. Most már úgy emlékszem, hogy most 3 hónapra kapta ezt az úgynevezett Schengen vízumot, és következő az már 9 hónapos lesz talán, meg így megyünk fölfele, tehát nem lesz probléma elvileg. Picit beszélj magadról, ugye Voxik érkezésével változott a szereped, és sokan néha aggódhatnak, hogy Deadfox nem lő annyit, mint régen, de talán nem véletlen, hogy már kikerült Zero, kikerült Stiko, elkerült Bondik, Angel egy valakihez ragaszkodik, tüzön vizen át, az pont te vagy, ez talán nem véletlen. Hát a mostani rólom az nem a legkönnyebb, de nem is az a ról, amit úgy mindenki szeret csinálni. Sokszor én se szeretem, de hát ez van, ezt kell csinálni. És igazából az olyan ról, amit úgymond én jobban szeretem, mint bárki. Nekem nem baj, hogyha nekem ilyeneket dobálni kell, gránátokat néha, meg ilyenek. De most már kezdem megszokni, egyre jobb vagyok én is ebben a rólba. Meglátjuk. Aztán tipikusan az a ról, hogyha ha ott vagy, akkor nem tűnik föl, ha nem vagy ott, akkor tűnik föl igazán. Hogyha nincs egy ilyen ról a csapatban, akkor tűnik föl igazán, akkor hiányzik igazán egy ilyen szerep. Igen. Hát lehet, hogy nehéz lenne engem helyettesíteni. Úgy kívülről ez nem úgy tűnik ugyan. Ugye kapok sok azért ilyen írásokat, hogy hát miért nem lövök, miért nem így. Ami sokszor oké, igaz, lehet, hogy többet tudnék fregálni, de azért nekem sokszor nem az a dolgom, hogy fregáljak. Neked most az a dolgod szerintem, hogy pihenjed nagyot, mert vár még rád egy fézeleni mérkőzés, úgyhogy nagyon